Jó reggelt kívánok! Ma is szeretettel üdvözlöm Önöket. Remélem rendben elfogyasztották a reggeliüket, és most a nagy család kisközösség nappaliából hallhatnak rengeteg érdekes témáról beszélgetéseket. Ma az különleges számunkra, mert az Alzheimer-kor és a demencia, illetve a hála és a béke világnapját ünnepeljük, és mint ilyen szeretettel köszöntöm a vendégeinket a stúdióba, Jobbágy Máriát és Radvánszky Editet. Jobbágy Mária Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Alzheimer Café koordinátora, és Radvánszky Edit pedig szenior örömtánc oktató. Jó reggelt kívánok! Még a kamerán kívül megbeszéltük, hogy tegeződhetünk, úgyhogy ezt előre is köszönöm szépen. Alzheimer Café. Hogyan indult a kezdeményezés, és mik az ismertető jelei? Magyarországon 2015-ben alapította meg az első Alzheimer Café Dr. Menyhárt Miklós Győrbe, és azóta már körülbelül 50 és 60 között van ma Magyarországon az Alzheimer Caféknak a száma. Tulajdonképpen ez a kezdeményezés azért nagyon fontos, mert nagyon sok ismeretet tud nyújtani a betegségben élőknek, illetve a hozzátartozóknak. Tulajdonképpen elindult ez a mozgalom, aminek most már nagyon sok más pozitív hatása van. Tehát azóta már van demenciabarát város kezdeményezés Moson-Magyaróvár, igen. Így van, tehát vannak új szolgáltatások, megjelentek Alzheimerrel kapcsolatos könyvek. Tehát azt is mondhatjuk, hogy most már nem annyira tabu ez a kérdés? Beszélünk róla? Igen, én úgy látom, hogy mondjuk egy 5 évvel ezelőtti állapothoz képest nagyon nagy fejlődésen ment keresztül ez a mozgalom. Picit beszéljünk a betegségről is, hogy pontosan mik az ismérvei, és hogyan lehet kezelni, hogy egyáltalán milyen úton, módon foghatjuk fel, hogy erről a betegségről van szó, mik a jelek? Igen, sajnos pillanatnyilag ez a betegség nem gyógyítható, de különböző módszerek segítségével lassítható a folyamat. Sajnos, aki ebbe a betegségbe szenved, és a hozzátartozók, ez egy lassú leépülés, van, amikor a betegségnek a lefolyása 10-15 év is. Ahogy az agy különböző pontjai elhalnak, a feledékenység, nem csak a rövid távú memória vészel, hanem egy súlyosabb fázisban már van, hogy a beteg nem ismeri meg a hozzátartozóit, a beszéd, tehát mindenféle funkció fokozatosan elhal, és ez ugye a személyiség változásával is jár. Tehát általában előfordul, hogy agresszívebbek, nehezebben kommunikálnak, tehát ez elég nagy megterhelés annak is, aki a betegségben van, de és a hozzátartozóknak is. Igen. És az Alzheimer Café ezért jött létre, hogy a hozzátartozókkal együtt, illetve hát a hozzátartozókat egy kicsit segítsen. Egyrészt információval, mert hogy általában azt szokták mondani, hogy egy kicsit feledékeny a papa vagy a mama, meg hogy direkt bosszant minket, tehát nem nagyon tudjuk értelmezni, kezelni, hogyha nem ismerjük, hogy mi van ennek a viselkedésnek a hátterében. Az örömtánc, tánc az öröm, ez hogy kell pontosan érteni a demencia összefüggésében? Hát ugye ez a kezdeményezés is Magyarországon körülbelül egy olyan 4 éve, hogy bejött ez a szenior örömtánc egyáltalán ide Magyarországra. Csirma Szilvia az, aki behozta, és ő oktatja az oktatókat, tehát hogy őnála lehet képzésen részt venni. Most Magyarországon van körülbelül 200-220 oktató, és körülbelül egy olyan 8000 szenior táncol Magyarországon ma. Ugyanazokra a koreográfiákra, mindenhol, ugyanazokra a zenékre, tehát hogy ha összejön egy nagyobb csapat, akkor mindenki együtt tud táncolni. És nagyon jól hat, én úgy gondolom, ugye én 40 évet eltöltöttem a szociális ellátásban, idős ellátásban, tehát pontosan tudom ezeket a hatásokat mérni, nézni és értelmezni. És mik ezek a hatások, bocsánat, csak hogy hogyan kell ezt érteni, hogy a hatások, tehát hogy látunk egy bizonyos jellemfejlődést, vagy lassul a maga a betegség? Is.
Tehát azt mondom, hogy ha mondjuk demensekről beszélünk, tehát elmegyek egy idős otthonba, ami nekem a szívem csücske, hogy minden idős otthonba jusson el ez a tánc, tudnék, ennek nem csak álló formája, hanem ülő formája is van. Tehát, hogy jusson el az a tánc, mert ő már nem tud eljönni táncolni, de én vagy az oktató oda tud menni, és ott tud megmutatni nekik. Tehát tudunk táncolni. Tehát vannak erre koreográfiák, amiket megtanultunk, keringők, nagyon sok, nagyon szép zenére lehet ülő táncot táncolni. Uh-huh. És hát én nekem van egy példám esetleg, ha azt elmondhatnám, hogy jártam idős otthonban több helyen is ugye így táncolni, és illetve talán ez nem is az én saját példám, hanem egy oktatótársam példája, ez a legszebb emlék most nekem, ahogy elmesélte, hogy tartotta ezt az órát, és nagyon súlyos demensek is ültek ott a teremben, akik gyakorlatilag több alkalommal ott voltak, de egyáltalán nem reagáltak semmire. Tehát, hogy ő ott ült, és hallgatta a zenét, nem táncolt, nem csinált semmit, és egyszer csak egy bácsi, amikor a negyedik alkalommal felállt, aki abszolút komoly demenciában szenved, felállt, és azt mondta, hogy én versenytáncos voltam. Jaj, de ez a bácsi már nem beszélt előtte. Libabőrös lettem. És az a rendelte vissza is ült, és megint nem csinált semmit. Bocsánat, csak annyival egészíteném ki, hogy végül is ez tudományosan kimutatott, hogy a tánc és a zene marad meg legtovább. Tehát még aki középsúlyos vagy súlyos demenciával él, számára is lehet, hogy már beszélni nem tud, nem aktív, nem teremt kapcsolatot, nem jól kommunikál, de a tánc és a zene az olyan emlékeket idéz fel, mint ahogy a mellékelt példés mutatja, ami egy csomó jó érzést felszabadít. Tehát ezért is gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó út ahhoz, hogy a jobb és a bal agyféltekét összekapcsolva meg is előzze, vagy késletesse az öregedés folyamatát, másrészt pedig aki meg ezzel a betegséggel él, annak egy kicsit könnyebb, szebb legyen az élete. De ugye itt azért, bocsánat, csak itt azért beszélni kell arról is, hogy ők a demensek. De ugye vagyunk sokan szeniorok, akik szerencsére nem vagyunk ebben az állapotban, tehát a megelőzés is nagyon fontos, és ennek a táncnak az lenne a szerepe többek között, hogy először is egy nagyon jó közösségépítő. De ha már közösségbe járok, tehát el kell oda mennem, akkor fel kell öltöznöm, akkor meg kell fésülködnöm, akkor ha elmentem, akkor mosolyogni fogok, mert ott engem szeretettel várnak, ismerem azokat, akikhez oda mentem, és még segítséget is kaphatok, tehát sokkal később szorul a társadalom és a család támogatására egy olyan idős, aki ezeket a dolgokat igénybe veszi, és valószínűleg sokkal később kerül abba a helyzetbe, hogy dementálódni fog. Mert a zene meg a tánc az nagyon sokat segít neki. Hogy kapcsolódott össze a ti munkásságotok, és mikor? Ez úgy történt, hogy most már ez az idei év a harmadik alkalom, hogy ezt a kezdeményezést elindítottuk, a Sétáljunk Együtt a Demenciával Élőkért. Uh-huh. Volt egy konferencia, amit szerveztem, az Alzheimer Café első országos találkozója, ez még a 15. kerületben volt, és ott idéztünk egy felhívást, 160 résztvevővel volt ez a konferencia, hogy sétáljunk együtt. Tehát ugye akkor érzékeltük, hogy nagyon fontos lenne, hogy minél többen tudjanak erről a betegségről, és csodák csodájára nagyon sokan kapcsolódtak hozzá. Akkor ezen felbátorodva a tavalyi évben ezt a sétát kiegészítettük a Művészetekkel a Demenciával Élőkért felhívással, aminek apropóját a Batang felé című színdarab adta Koltai Róbert és Szirtes Balázs szereplésével, és ők a Vendéglátóipari Múzeumban egy ilyen ajándék előadással ajándékoztak meg minket, és én az Edittel ott találkoztam, és akkor tudtam meg, hogy ő örömtánccal foglalkozik. És Edith, akkor mint résztvevő? Mint... Igen, mert ugye... Mert ő fotózott. Meg szociális ellátásban dolgoztam, uh-huh. Tehát ugye a Szociális és Gyermeki Főigazgatóságon, akik dolgoznak, régi kollégák, ők tudták pontosan, hogy ez mi, és hogy ez hogy kapcsolódhat össze, és így kaptam egy meghívást erre a... És szerintem ennek így kellett lenni. Igen, és akkor tulajdonképpen valahogy ebből jött, hogy idén akkor legyen a tánc, mert hogy ahogy az Edith is említette,
túl azon, hogy ez a mai esemény mennyire fontos, de hogy ez a mozgalom, ez egy példa, egy módszer lehet arra a sok közül, hogy egy kicsit másként nézzünk erre a generációra. Mert hogyha majd ma látni fogják az országban... Mert mondjuk el, hogy ma lesz egy esemény ennek kapcsán, egy örömtánc. Így van. A Szentháromság téren fogunk táncolni. Tulajdonképpen nem. A kezdet az úgy kezdődött, hogy ezt megbeszéltük, és akkor én azt mondtam, hogy legyen ez egy országos, hiszen annyi oktató van, annyi településen. Ugye egyszerre mindenhol. Igen, és most az lett a végkifejlete ennek a dolognak, hogy megkértem az oktatótársakat, hogy minden településen szervezzenek, és mindenki egyszerre 17 órakor fog táncolni. Hát most olyan 46 település van, ha jól tudom, akik csatlakoztak hozzá, de szerintem van még több is, akik esetleg nem jelezték felénk. És akkor az ottani táncosok, az ottani lakosok fognak ehhez ilyen flashmob-szerű tánc lesz. És akkor ehhez fognak csatlakozni. Sokan remélem legalábbis, hát a táncosok biztos, és akkor akik esetleg arra járnak, vagy akik érintettek az Alzheimer betegség által, akár hozzátartozók, ők oda el fognak menni. Megbeszéltük, hogy mindenki lesz valami kis lila dolog, mert ugye a lila a színe ennek az Alzheimer kafés dolognak, és akkor így. Ez csak így jött, tehát hogy ez egy ötlet volt, és ez csak olyanra fejlődött, hogy ezt álmunkba se gondoltuk volna, hogy ez egy ilyen országos tánc lesz, és egy ilyen nagy dolog. Legalábbis én úgy gondolom, hogy nagy dolog. Igen, és hogy a vágy, vagy a nem is tudom, ez a pozitív hozzáállás tulajdonképpen végül is meghirdettük, létrehoztunk két ilyen Facebook csoportot erre, és egyszer csak ilyen sokan lettünk. Tehát ez egy örömteli dolog. Én nekem ebbe, ami még nagyon lényeges a táncon túl, meg hogy a demenciára felhívjuk a figyelmet, hogy a közösség megtartó ereje. Tehát az, hogy tudjuk, hogy nagyon sok magányos idős ember van, és hogy az milyen megbetegítő, hogyha valaki egyedül él, bezárkózva, nincs kapcsolata, és itt pedig ez egy olyan örömteli formába történik, hogy a táncon túl én azt tapasztaltam így a posztokból, hogy máskor is találkoznak. Mm-hmm. Tehát, hogy ez egy kiváló közösségépítő lehetőség is. Hát, vagy volt itt például, ugye, amikor karanténba kerültünk, hát ugye én szociális szakemberként, én azt éreztem, hogy nekem valamit csinálni kell, mert én betegítem meg saját magamat azzal, hogy ideig mindig azt mondtuk, hogy menjél, most meg maradj otthon. És létrehoztam egy csoportot, de azt is csak az én táncosaimnak online táncot kezdtem el tartani, teljesen térítésmentesen, és egyszer csak azt vettem észre, hogy más oktatók is azt mondták, hogy jó, akkor becsatlakozhatunk, és lett belőle egy 6000-es Facebook csoport, ahol egyszerre 1700-1800 ember táncolt velem, és már volt 8 oktató, aki becsatlakozott. Minden nap volt egy óra tánc. De jó. És egyébként vasárnapig. Egyébként a mai eseményre bárki becsatlakozhat, bárki, vagy persze, csak az, aki ezt a betegséggel egy dolgot javaslunk, mert hogy 499,5 kértünk állásfoglalást is, mert ugye most ez a Covid helyzet miatt zárt térben nem lehet rendezvényeket tartani, ezért nagyon sok kollega vidéken online Alzheimer kafét és konferenciát szervez, ezt majd érdemes figyelni az interneten, de hogy mi megkaptuk azt az engedélyt, hogy 500 fő alatt a biztonsági előírások betartásával megtarthatjuk ezeket a táncokat, mivel nem csak mi táncolunk a fővárosba, hanem más kerületekbe is, ezért azt reméljük, hogy eloszlanak majd a résztvevők. Illetve mi fogunk arra ügyelni, fel vagyunk arra készülve, hogyha netán többen leszünk, akkor több kis csoportba fogjuk a táncot. Ez nagy az a tér, tehát ott meg lehet oldani úgy, hogy ugye több oktató is lesz ott, tehát meg lehet oldani úgy, hogy szól a zene, és egymástól nagyon távol több kisebb csoport táncol. Tehát én azt gondolom, hogy ez így ebből a szempontból nem lesz veszélyes. És ezt tudjuk, hogy hány regisztrált demenciával élő van, vagy regisztrálják őket egyáltalán? Hát satszolások vannak.
250 ezer az a szám, amit szoktak mondani. Én nekem az az érzésem, hogy már több beteg van, de még lehet, hogy nincsenek diagnosztizálva. És hogyha hozzáveszünk, hogy ők családba is élnek, akkor ez Magyarországon minimum 1 millió embert érint. Olvastam egy interjúban, amikor azt kérdezték tőled, hogy tulajdonképpen minden idős ember valamennyire ebben a demenciában szenved-e, és akkor azt válaszoltad, hogy tulajdonképpen igenis, meg nem is, tehát, hogy van, aki egyszerűen csak elfelejt dolgokat, és akkor azt úgy nem diagnosztál, arra nem mondjuk azt, hogy na ő demens. Igen, ez egy érdekes dolog, mert ugye az idősödéssel együtt jár bizonyos fajta feledékenység. Én is simán elfelejtek egy csomó mindent, hogy attól én még nem érzem magam betegnek, csak felesnek. Csak a feledékenység az önmagába nem jelenti azt, hogy valaki demenciával. És mi ez a pillanat, amikortól már azt jelenti, hogy demenciával? Több tünet van, amit így tapasztalhatunk, tehát, hogy az, hogy valaki összekever dolgokat, hogy nem talál haza, hogy nagyon sokszor ismétel, vagy például az is egy példa, hogy valaki elfelejti, hogy már volt vásárolni, és lemegy többször, és többször veszi ugyanazt a mennyiségű ételt. Máshova helyez dolgokat, tehát vannak olyan idősek, és hát ez egy elég komoly jel már, amikor mondjuk a tárgyak nem a megfelelő helyre kerülnek. Tehát lehet, hogy egy papucs vagy cipő bekerül a hűtőbe, vagy bizonyos élelmiszer bekerül a párna alá. Tehát itt vannak elég durva jelek sajnos. Fontos lenne egyébként, hogy a diagnózis megtörténjen minél előbb. Erre is vannak nagyon jó kezdeményezések már, mert jár az országba, különböző pontján az országnak szűrőbuszok, ahol nem csak a vérnyomást, meg a cukrot, ilyesmit mérnek, hanem készítenek memóriateszteket is. Most volt ilyen Dunakeszin hétfőn. Igen, és hogy a memóriateszteket azt most már egyre több idős rendezvényen is kipróbálják önkéntesen, vagy idős klubokba, azért, hogy legyen kontrollunk a fölött, hogy mi most hol tartunk. Ennek különböző formái vannak, de a legegyszerűbb talán az órateszt, ami elég, hogy mondjam, elég szemléletesen mutatja be, hogyha valakinél ez a betegség már jelen van. Mi a szerepe a családnak? Azért nagyon nagy szerepe van, és a hozzátartozóknak. Egyrészt a felismerésben, másrészt meg ugye a kezelésben. Hogy történik ez? Mi az első lépés, amikor látjuk valakin a családtagunk közül, hogy jeleket mutat? Hát ez a családnak egy óriási sok. Először is azzal szembesülni, főleg annak tudatában, hogy ez a betegség pillanatnyilag nem gyógyítható, meg azzal szembesülni, hogy akivel együtt éltünk, mennyire megváltozik, és milyen tüneteket produkál, mert azért az érezhető, hogy neki is rossz. Tehát én úgy látom, hogy ez egyrészt lelkileg nagyon nagy megterhelést jelent, másrészt fizikailag és anyagilag is, ugyanis egy idő után a demenciával élő embereknek 24 órás felügyeletre van szüksége, és ezt sajnos a családok nem nagyon tudják biztosítani, mert ugye dolgozni kell, a lakhatási körülmények se olyanok, mindenhol. Hát ez egy jó kérdés. Ugye az idős otthonokról az Edith tud majd bővebben beszélni, hogy telítettek az idős otthonok, vannak már magánotthonok, hosszú a várakozó lista, akkor a magánotthonokban általában ugye a költségek, a szolgáltatás költségei olyanok, amit nem tud mindenki megfizetni. Nagyon sokan ezért fogadnak gondozónőket, hogy így mondjam, maszegva, aminek ugye a költségeit szintén nehéz fizetni, meg hogy nem is biztos, hogy az a beteg elfogadja. Tehát... Ez egy nagyon nehéz kérdés, de ugye hivatalosan, ha azt mondom, hogy
ellátás szempontjából, akkor ugye kezdhető ott, hogy van ugye úgynevezett házi segítségnyújtás Magyarországon, tehát akkor lehet kérni gondozónő segítségét, de ugye ő nem napi 24 órában, tehát ő abban tud segíteni, hogy bevásárol, hogy segít a fürdésnél, tehát hogy ott van 1-2 órát egy nap, vagy esetleg felváltja a hozzátartozót, és addig a hozzátartozó el tud menni egy fodrászhoz, vagy egy hivatalos ügyet elintézni. És akkor ahogy súlyosbodik ez a dolog, úgy egyre nehezebb, és ugye nem is minden idős otthon fogad demens betegeket, mert nincs rá megfelelő tárgyi feltétele. Tehát ott teljesen mások a tárgyi feltételek, mert ott vigyázni kell, hogy ne menjen el. Ott sokkal több személyzet kell, tehát teljesen más. De azért most ez olyan fekete képet nem szeretnék festeni erről, mert azért megoldás mindig van, mindig található, és én mindig azt mondom, én ugye dolgoztam demensekkel, hogy persze egy családnak 24 órában ez nehéz, de én például imádtam a demensekkel dolgozni, mert olyan cuki humoros történetek is kikerülnek belőle. Tehát, hogy olyan cuki dolgok, amik egyet elmesélhetek? Hát hogyne, persze. Tehát, hogy olyan morbid dolgok is, de ami azért mégiscsak viccesnek hat, hogy például Éva néni nem találta a fogsorát. És akkor jött panaszkodott, ugye ketten laktak egy szobában, Éva néni, Emi néni. És hogy biztos Emi néni ellopta. És akkor Emi néni nagy sírva beállított hozzám az irodába, és mondta, hogy azt mondta az Éva, hogy elloptam a fogát, pedig nekem nem is jó. Tehát már egyszer valamikor felpróbáltam. Nyilván. Tehát, hogy annyi ilyet tudnék elmesélni, ami, és a családban is biztos, tehát, hogy nem úgy kell felfogni, persze nem jó. De hogy én mindig azt mondom, hogy arra kéne biztatni a családokat, hogy ne tragikusan fogjuk ezt a dolgot. Hát, hogy humorra, és az egész életet, nehéz. Hogy humorra kezeljük, igen. Hogy fogjuk tehát, hogy fel. Ne legyen ez olyan nagy tragédia, mert én úgy mondom, hogy ők, nekik egy boldog tudatlanság van. Tehát ő neki ez nem fáj, nem jó, persze, de nem fáj. Tehát lehet ezt egy picit úgy kezelni, vagy az unokák felé, vagy nem tudom, hogy ne legyen. Vagy például még egy ilyen nagyon kedves történet, hogy nagypapa beteg is volt, és katona volt. És nemrégen mesélte ezt egy táncostársam el, és ugye nézték a tévét, mert azt nagyon szerette, és nézték a 6 éves unokával a tévét, és repülőgépek, hogy milyen repülő. És a papa nem tudta már megmondani, hogy milyen, és akkor azt mondja, hogy ránézett az unokája, és azt mondta, nem baj, papa, majd én segítek. De jó. Hát, hogy ezeket kell megragadni inkább, mint a bajt. És akkor talán könnyebb egy kicsit. Igen, én azon gondolkozom már egy ideje, hogy végül is mire tanít minket ez a betegség. Mert ugye ennek vannak ilyen humoros részei, amit Edith is említett, de hát vannak nagyon nehéz részei. És utána arra jutottam, hogy minden olyanra, ami a rohanó világból hiányzik. Mert hogy ugye le kell lassulni, figyelni kell, teljes valonggal figyelni kell a betegre. Nagyon-nagyon türelmesnek kell lenni, mert ugye a feledékenység miatt előfordul, hogy egy nap 60-szor mondja el, vagy kérdezi meg ugyanazt, ami egy idő után azért elég ember próbáló. Bocsánat, de tulajdonképpen olyan, mintha az én 6 meg 2 éves gyerekemről vesz, mert hogy csomó mindent elfelejtenek, és rengeteget kérdeznek, és mindig ugyanazt, kell válaszolni neki. Igen, csak az egy felfelé ívelő. Persze, csak ezt most így folyamat, de igen. Van benne, igen, hasonlóság. Igen, szokták mondani, hogy az idősek újra gyerekek. Tehát, hogy aki már egy kicsit olyan bolondosan viselkedik, ő egy kicsit már olyan úgy viselkedik, mint hogyha újra gyerek lenne. És ez igazából neki, ahogy mondtátok, nem fáj. Egyszerűen így. Hát, ezt én így nem tudom. Én úgy tapasztaltam, hogy vannak bizonyos pillanatok, amikor visszajönnek, igen. Vagy letisztulnak, nem tudom, igen. Hogy ezt hogy lehet igen. Mondani, amikor van ez a döbbenet, tehát, hogy igen, hogy tudja, lehet, hogy nem úgy tudja kifejezni, ahogy mi megszoktuk egy egészséges embernél, de tudják, érzik. Például még én egy azt akartam ezzel mondani, hogy ez értem, jó. Persze. Csak, hogy persze. De ez a mi szándékunk tulajdonképpen ezzel a kezdeményezéssel az volt, hogy egy kicsit erőt adjunk, hogyha nem is a nap 24 órájába, de legalább egy rövid időre,
hogy aki hozzátartozó, az is egy kicsit, mert azért a táncnak van egy óriási felszabadító ereje, és hát az, hogy ennek az a neve, hogy örömtánc, azért ezzel egy kis pozitív dolgot szerettünk volna sugallni, azzal együtt, hogy tudjuk, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet. Még valami eszembe jutott, hogy ugye nagyon jellemző tünet a demenciával élőknél az a hallucináció. Mm. És ez nagyon érdekes, van akinél ez ugye nagyon rossz, negatív képek, üldöztetés, meg minden ilyennel járó dolog, de van akinél ez egy meg nem valósított vágyak teljesülése. Hmm. Tehát, igen. De nekem volt olyan néni, aki egész nap úgy imitált, mintha varna. Tehát azt mondom, hogy persze nekem is voltak olyan élmények, ami szívszorító és nehéz. Tehát ő ült és fogta a paplanyának a csücskét, és egész nap ezt a mozdulatot csinál, egész nap, és aztán így kiderült a családdal való beszélgetésből, hogy a családdal általában az ilyen betegeknél megszoktuk az úgy a kicsit az élet útját, és az le van írva, hogy mindenki, aki vele foglalkozik, láthassa, hogy ő mindig is arról álmodott. Nem volt varrónő, de nagyon szépen vart, és erről álmodott, hogy ő majd valahol divattervező, vagy valami ilyesmi lesz. És ez maradt meg, gyakorlatilag már semmi, de ő ült, és a paplan sarkát varta egész nap. Na hát ez egyrészt elképesztő, másrészt meg ugye beszéltünk arról, hogy több városban van az Alzheimer Café, és hogy mennyire sok városban, és ilyen például Pécel is, és hát a következő vendég, akit itt a nappaliban szeretettel látunk, ő Fóti Emőke, a Jézus Szíva Idősek Otthona, meg mentálhigiénés vezetője. Szia, jó reggelt kívánunk! Mi tegezőben mentünk, nem bánod? Nem. Köszönöm szépen. Emőke, a Jézus Szíve Idősek Otthona, az a Jézus Szíve Társaság. Jézus Szíve Társaság a fenntartásában. A fenntartásában van működik. Az otthon, igen. Itt hány fő... Igen, ülhetünk úgy, ahogy gondolod, kényelmesen, persze, hogy egymást nézzük. Hány fő van nálatok, aki Alzheimer-korban szenved, vagy demenciában szenved? 90-en élnek az otthonban. A nagyon súlyos demenciával élők körülbelül 35-40-en vannak, de a középsúlyos demenciával élők ugyanannyian. Tehát a létszámnak a nagyobb hányada bizony demenciával él. És a nagyon súlyos demenciával élők közül már vannak olyanok is, akik már csak fekvők és ilyen ápolást igényelnek. De a középsúlyos demenciával élőknél ott nagy hangsúlyt fektetünk a foglalkoztatásra, a vallásgyakorlásra, ami ebben az állapotban és helyzetben nagyon fontos. Fontossá válik, de most inkább az Alzheimer Caféről beszélgessünk, vagy az otthonról? Mind a kettőről, mert azért vagyunk itt mind a kettőről. Hát azért hoztam létre az Alzheimer Cafét Pécelen, ami sajnos csak 3 alkalommal tudott működni, mert közbeszólt a Covid, és akkor most pillanatnyilag szünetel, de mindenképpen szeretném újraéleszteni, mert... Ez tulajdonképpen micsoda? Igen. Ez egy összegyűlés, ez egy rendezvény, ez egy micsoda? Mindkettő annyiban rendezvény, hogy mindig van egy szakember, egy meghívott szakember, és van egy adott témakör, ami a otthonukban beteget ápoló hozzátartozóknak szól, és ott az előadónak tehetnek föl kérdéseket. Gyakorlati dolgokról természetesen. Dolgokról. Tehát például Kocsis Edina tartott az egészséges táplálkozásról egy nagyon-nagyon jó előadást, és akkor utána kialakult egy szabad beszélgetés, hogy akkor az ott résztvevők is, hogy ők maguk, hiszen ők is már az idősebb korosztályhoz tartoznak, hogyan táplálkozzanak a jövőben. Tehát az is nagyon fontos, hogy mi magunk
itt gondolok a 60-70-es korosztályra, akiknek még úgymond nincs bajuk, de hogy ne is legyen, már azért haladunk afelé, hogy az egészséges és aktív idősödés fontossága, ide jön a tánc is mindenképpen. Szoros kapcsolatom van a péceliekkel, ahol szintén van szeniortánc, és meg is szoktuk őket hívni az otthonba, és akkor közösen ott, táncolnak az ott élőkkel. Remek jó hangulatúak ezek a rendezvények, és most egy picit csapongok, de nem hagyom. Semmi baj, ez itt egy kötetlen beszélgetés. Hogy heti két alkalommal tartunk közös tornát az időseinknek, és annak a záró akkordja mindig zenés torna. Tehát zenére ritmustapsolás van, meg ilyen kis zászlócskákkal integetünk. Nagyon-nagyon élvezik, az mindig egy hatalmas örömforrás, és nagy nevetések vannak a végén. Nem mosolyog, nagy nevetések. De jó. És van már bent neked az idős otthonban szenyortánc, tehát jár be mutató, nem? Nem. Na hát akkor itt a kapcsolati építkezés pillanata. Szóval tényleg, tehát hogy egész igazából nyugodtan. Igazából bocsánat, hogy beleszólok, csak én ezt szeretném elérni, hogy, hogy az idős otthonban dolgozó mentálhigiénés munkatársak el tudják végezni ezt az ülőtáncos képzést, és vigyék oda nekik. Tehát, hogy legyen nekik az a repertoárjuk, meg mondja, ezek kötött dolgok, ezeket nem lehet odaadni, de ha neki is van egy ilyen végzettség, akkor ez neki megvan, és akkor ott ezt lehet, és minden idős otthonba kellene egy ilyen. Jó lenne, igen, mert tényleg valóban azt tapasztalom, hogy a zenének, a mozgásnak együtt, mert a foglalkozásokon is minden héten van, tehát a két csoportos tornán kívül van zenés foglalkozás, és az is mozgásos. Tehát nem konkrétan tánc, de mozgásos. De ez olyan, hogy ezek ilyen tématáncok is például. Tehát, hogy mondjuk van egy almaszedős tánc, amikor szól a zene, és szed le innen, szed le onnan, szed fel a földről, dobd el a rohadtat, nem tudom én micsoda, de közben le lehet tenni egy tál almát. És akkor meg lehet kérdezni, hogy szerintetek ez milyen alma? Neked volt-e otthon almafád? Te sütöttél-e valamilyen süteményt almából? Te melyik fajta almát szed? Egy csomó minden kijön egy ilyen dologból. Uh-huh. Ezért mondom, hogy a mentálhigiéneseknek ez nagyon jó lenne. Jó lenne, igen. Na, hol tartottunk? Mindenhol is. Igen, ugye egyszerre. Igen, mert ez egy annyira komplex és egybefüggő dolog, tehát egyik a másik nélkül nem létezik. Az Alzheimer Café-nak is az a óriási buktatója, hogy akik a célközönség, tehát akiknek oda mindenképpen el kellene tudni jutni, nem tudnak eljutni azért, amiről Mária is beszélt, hogy nem tudják otthon hagyni. Igen. A hozzátartozójukat. Viccesen úgy szoktam fogalmazni, hogy babysitterek vannak, de dédisitterek nincsenek sajnos. Tehát azért ez kellene, hogy legyen. Tehát ugyanolyan fontossággal bír ez is, mert az a cél, hogy eljöjjenek egy közösségbe, ahol elmondhatják a problémáikat, függetlenül attól, hogy az előadás témája mi volt, de az oda lehet kapcsolódni. Aztán ugye tudunk kapcsolódni arra, hogy te hogyan éled meg, én hogyan élem meg a problémáinkat otthon. Ott van egy szakember, akitől kérdezni lehet. És bátran kérdeznek? Nyitottak? Igen. Igen, mondjuk, hogyha már valaki elmegy egy ilyen rendezvényre, akkor már tud róla, és tud róla, hogy ebben őnek is részt kell vennie, és meg kell ismernie az egészet. Ától Z-ig. Igen, tehát azzal szembesültem, hogy mind a három alkalommal, hogy voltak a vendégek között olyanok, akiknek nagyon-nagyon nagy nehézséget okozott az, hogy arra a másfél-két órára el tudjanak szabadulni. És nem is tudtak eljönni a következő alkalomra már. Ez a család feladata, vagy család? Ez a család feladata, hozzátartozók feladata, de nem vállalják. Tehát mindig az szokott történni, hogy egyetlen egy emberre terhelődik rá, a család, mint közösség nem vállalja föl. Bármilyen oknál fogva, de nem. Mindig egy ember marad ebbe a dologba benne, aki egyszer csak izolálódni fog, megszűnnek a társadalmi kapcsolatai, egyre ritkábban jönnek látogatóba, mert mindenki nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel, hogy most akkor én, mint vendég, hogy viselkedjek, mit mondhatok, mit válaszolhatok, tehát ebbe óriási
homály van, ellenállás van, félelem van, titkolódzás is van, tehát maguk a családok is titkolják, hogy ebben, ezzel a problémával küzdenek. Igen, tehát ez a megbélyegzés. Kifele mutatni kéne, hogy hú, de jól vagyunk, milyen szépek vagyunk, közben meg nem, és akkor ne is gyertek át, mert most nem alkalmas, és így maradnak egyedül. El is maradnak, igen. Igen, tehát ezt sokkal nyitottabban kellene hozzáállni ehhez a problémához. De itt nem csak konkrétan a demenciára gondolok, hanem az egyéb fogyatékkal élőkre is, mert igen, azért igen, ők is ugyanezekkel a problémákkal küzdenek. Mert ez most végül is majdnem mindegy, hogy mi a tünet együttes, ugye? Hát igen, igen. Sajnos az emberek általában a problémáktól menekülnek. Igen. Maximum ugye a személyes találkozások elmaradnak, akkor utána néha van egy-egy telefon, de majd hívlak, majd így találkozunk, van, és az de is elmaradnak. Az is elmarad. Egyébként ez, amit mondasz, egy nagyon komoly probléma, ez a megbélyegzés se a demenciával élőknek és a családoknak, holott épp az jelenthetné a megtartó erőt, hogyha a szomszédoktól kezdve a rokonok, barátok ilyenkor nem távolodnának el, de valamiért nem bírjuk ezt a feszültséget elviselni. És sajnos ez így van. Igen. Mert az emberek a másságra nem tudnak hogyan reagálni sokszor. Meg kellemetlen. Meg esetleg arra, hogy én elmegyek vendégségbe oda, ahol él egy demens, leül mellém, és tényleg megkérdezik ötször, mondjuk igen, van egy gipsz a kezemen, hogy jaj, eltört a kezed. Tehát, hogy nem tud vele mit kezdeni, igen, és nem tud mit válaszolni, és ezért érzi magát ott kellemetlenül. Igen, és nem megy el. Hiába szereti esetleg igen, azt a családot, akihez volt hívva. Nem fog elmenni, mert eszébe jut, hogy hát igen, ott van ő, és akkor majd én, tehát maga az a rossz érzés, vagy esetleg sajnálja nagyon, és azért nem. Igen. Tehát, hogy tulajdonképpen néha azzal sem tudunk mit kezdeni, hogyha az utcán valaki megállít minket, és megkérdezi az időt. Néha arra is annyira furcsán reagálunk. Igen. Így jártam hogy most itt. De remélem nem itt nálunk. Itt megálltunk a kocsival, nem itt bent, hanem megálltunk a kocsival, és a parkolórát szerettem volna megkérdezni a fiatalembertől, hogy hol van, és én lehúztam az ablakot, és láttam rajta, hogy úgy néz rám, hogy vajon mit akarhat tőle? Igen, sajnos. Igen. Hát mit akarhat? Hát maximum eltévedt, megkérdezi, igen, hogy sajnos, merre van ez, láttam meg rajta, az hogy így először így megdöbbent, hogy szóltak hozzám is. Aha. Igen. Tehát, hogy ezzel sokszor, még ezzel a szimpla, egyszerű helyzettel sem tudunk mit kezdeni, nem, hogy mondjuk valaki, aki egyébként egészségesnek tűnik, tehát, hogy külsőleg nem látszik semmi, és aztán olyanokat kérdez. De hogy ezt amúgy feloldani, milyen egyéb terápiás lehetőségek vannak? Tehát úgy gondolom, hogy a tánc az egy nagyon nagyszerű dolog erre, de hogy egyébként művészet, a zenén kívül, tudom én, festés, vagy egyéb művészetek, irodalom, felolvasó estek, vannak ilyenek nálatok? Vannak, igen. Kihasználjuk azt a képességet, hogy a múltra nagyon jól emlékeznek az idősek, és aki nem tudja megfogalmazni pontosan az aktuális szükségletét, viszont az iskolában tanult verseket hibapont nélkül mondják. Tehát, és ha van egy március 15-ei ünnepély, ugyankinek nem ismerős, tehát, és akkor ők szoktak fellépni, ők szerepelnek. Van erről képanyag szerintem? Igen, készültünk egy pár képpel, és kérlek, akkor Emőke, hogy meséld el nekünk, hogy mit látunk. Jó, mert akkor hogy, majd mindjárt a kollégák beadják. Igen. Mert ő rengeteg rendezvényt bonyolítottok. Sokat, nagyon lehetőség szerint. Itt is látjuk is már. Ez a kávézó, így néz ki, ami Pécelen van. Ez egy nagyon szép, ez egy kúria épület. Van, így van. Pontos a kifejezés, igen. Igen. Ez pedig az otthon kápolnája, ott volt egy kis népdalénekes lány, ez pedig egy táncos rendezvény kint a kertben, ez pedig egy disznóvágást játszottunk, akkor ez szintén a kápolnában az iskolás gyerekek léptek fel. Szintén a kápolnában az ökumenikus imahét volt. Itt a gyerekekkel a közös foglalkozásról láthattunk. Tehát gyerekekkel való. Mert azt olvastam, hogy, partnerintézmények is vannak, sőt a Jézus Szíve Társaság kezdetekben egy szoros együttműködésben volt a általános iskolával, meg egyéb iskolákkal. Így van.
Mert nekem az a másik nagy... Bim. Küldetés. Hát jó, misszió, köszönöm, küldetés. Legyen küldetés, hogy pont azokat a problémákat úgy lehet jól kezelni a következő generációnak, ha most 10 év körüli gyerekeket behozom az otthonba, és együtt töltenek egy délelőttet az idősekkel. Kiválóan működik, nagyon jó. Tehát az első ilyen meglepetés után, ami tart 10 percig, remekül tudnak együttműködni. Együtt társasjátékoznak, rajzolnak, festenek, gyöngyöt fűznek, tehát bármit, akkor ezeket a közös tornákat is csináljuk együtt. Tehát az tehát egész kicsit... délelőttet együtt töltjük, körülbelül egy csak olyan... Pont így működik. Ki a nyitottabb? Ki ez, aki előbb kezdeményez? A gyerekek? Mennek oda az idősek? Hát, szintén szólva, azt nekem kell őket biztatni, mert azért nekik ez egy furcsa helyzet, mert megkérdeztem őket, hogy ismeritek-e a dédnagymamátokat, mert hát ugye ők a dédnagymama korosztálya, és mondták, hogy hát nem. Uh-huh. Nem, egy évben egyszer lemegyünk vidékre meglátogatni, aztán úgy nincs kapcsolat. Nincs kapcsolat. Rengeteg gyerek van mostanában, már ugye elég későn vállalnak a nők gyereket, és igen, a nagyon sok dédmama már nem is él. Sajnos. Igen. Mert mivel, hogy ez egy teljesen más generáció, tehát a generációs különbségek nagy ugrásait, azért tanulhatnának sokat a... Hogy indult Pécelen ez az egész kezdeményezés? Tehát ki volt az, aki először felvetette ezt a dolgot? A kávézót? Igen. Jött egy felhívás az interneten keresztül, hogy jó lenne, ha 100 Alzheimer, 100, jó mondom, igaz, Alzheimer kávé működne az országban, mert eddig még csak olyan 51 néhány van, és akkor én ebben nagyon belekapaszkodtam, mert hát be kell ma... személyes érintettség okán, mert évekkel ezelőtt ugyanebben a helyzetben voltam, hogy idős anyósomat ápoltam otthon haláláig, előtte apósomat, és végigéltem ezt, hogy ez mit jelent, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy milyen jó lenne nekem elmenni egy ilyen helyre, ahol hasonló problémával küzdő emberekkel egész egyszerűen csak beszélgetni, hogy ki tudjam mondani, amit nem tudok a családtagoknak kimondani, mert olyan furán néznek, hogy... És hogy ne csak panaszkodásnak tűnjön, hanem egyszerűen a tapasztalatok, hogy mi az, amint te keresztül mész. Ez jó, hogy nem panaszkodásnak tűnjön, mert egy családtagnak mondod, azt hiszi, hogy... Persze, persze, és nem is hallgatják meg az embert szívesen, sőt, le is rázzák igen gyorsan. És akkor hogy történt? Megkerested, felkerested Pécel önkormányzatát, és nyitottak voltak rá egyből? Hát először Máriával találkoztam, hogy adjon nekem tanácsot, hogy na most akkor én ezzel hogyan induljak el. Azután jött Pécel önkormányzata, akkor találkoztam Kis Krisztával, aki akkor volt a Kúria rendezvényház vezetője, tőle nagyon nagy támogatottságot kaptam, mert ingyen a rendelkezésére bocsájtotta a helyet, ami nagyon fontos, mert hát ugye itt pénz az nincs. Aha. Nincsen, egy forint sem, és a Jézus Szíve Társasága támogatott, és mai napig is csak ők támogatnak anyagilag ebben, holott nem egy nagy összeg. Nem egy nagy összeg. Ha a kávézós képekre vissza tudnánk csúszni, mert annak egy igyekeztem úgy csinálni, kérünk, hogy, az is megtörténik. Hogy az egy igazi kávézó legyen. Tehát van aprós sütemény, van üdítő, van kávé, tea. Én például, amikor először hallottam, na ott a kávé, hallottam. Éppen is Krisztától az Alzheimer Caféről, akkor én azt gondoltam, hogy milyen kis bolondos neve van, valahol van itt egy kávézó, ahol ugyanúgy egy kávézó működik, tehát asztalok, székek, és barista, és stb. Stb. És aztán mondta el, hogy az igazság szerint városonként más. Ez inkább az otthonosságra utal. Persze és van, ahol kávézó. Igen, tehát van, ahol tényleg kávézó van. Győrbe például meg tudták oldani. Most például, vagy Sopronba is meg tudták oldani. Itt nálad, bocsánat, csak hogy ott még nálatok is
ugye ez egy ilyen otthonos tér, de igazából ez a kávézó, ez a kötetlenségre utam. És hát ugye itt azért az, amit az Emő felsorolt, azért az elég nagy probléma, hogy ezt mindenki saját erőből oldja meg. Tehát van, igen, ahol az önkormányzat segít, van, ahol szponzorok vannak, van, ahol kiki a zsebébe nyúl, és ő süti a pogácsát, és adja a kávét. Igen, itt ez valósult meg, hogy a önkénteseim meg a barátaim sütötték, igen, meg a süteményeket, tehát... De jó, de azért akkor mégiscsak van, és most már számtalan, most már elértétek a százat, sőt, több az Alzheimer Café, ha jól tudom. Hány vár? Szerintem nincs. Szerintem annyi. Nincs. Még nincs annyi. Akkor ezen annyi. Még dolgozom. Nincs. Hány városban van egyébként arról? Hát olyan 55-60, amiről én tudom. Uh-huh. És egyébként elég sokan fel is adták, tehát én tudok olyat, nem is egyet, hogy ebbe belebuktak és feladták. Hát nem, mert hogy az elején, amikor ez indult, ugye hát itt valami előadó van általában, akit felkérsz. Azért, hogy legyen egy téma, most akár a táplálkozás, akár egy orvos, akár a kommunikáció, tehát nagyon sok oldalról körbe lehet járni ezt a betegséget, de ugye egy pont után elfogynak azok az, igen, őrültek idézőjelbe, akik ingyen végigjárják az országot, és ingyenesen tartanak előadást, és ugye hát valahogy az előadók tiszteletdíját, azt ki kell gazdálkozni, és ugye ez a sütés is, hogy sütünk, és hát igen, és azért az se lehet a végtelenségig, tehát azért nem lehet visszaélni a barátok segítségével. Igen, tehát ez egy megoldandó feladat. Hát, akkor munka van bőven. Hogy? Jó lenne, ha lenne támogatottsága, itt anyagi van, támogatottsága, de nincs. Tulajdonképpen ezért ülünk itt, hogy felhívjuk a figyelmet, igen, és tényleg beszéljünk róla, ez egy fontos téma. Ez is egy fontos téma. Milyen volt a pandémia időszaka? Illetve most nem beszéljünk arról, hogy most van-e vagy nincs, de milyen hát volt, amikor igaziban karanténba kellett vonulni, és muszáj volt. Tehát a helyzet most is van. Abból a szempontból, hogy az intézmények zártak, tehát a mi otthonunk is zárt, nem lehet látogatni az ott élőket, se ki, se be. Tehát ez például, hogy esik az ott élőknek? Hát a hozzátartozók jobban megszenvedik. Uh-huh. Sokkal jobban, mint az ott élők. Nagyon nagy energiát és sok munkát igényel a kapcsolattartás biztosítása. Skype-on, telefonon, tehát ez napi szinten megy, van lista, most tulajdonképpen a mi dolgunk szinte csak ez, hogy a leadott csomagokat fölhozni, beszélgetni róla, hogy jaj, mit küldtek, hova tegyük, miért nem küldték azt, akkor telefon, hogy tessék küldeni még azt is. Meg visszük a telefont, hogy tudjanak egymással beszélni, hordjuk a laptopot, hogy láthassák is egymást. Egyébként tapasztalat, hogy a súlyos demenciával, de a középsúlyos demenciával élők is engem néznek, és nem a monitort, mert én vagyok az élő, tehát nem tudják értelmezni. És ez a hozzátartozónak meg nagyon rossz, hogy anya, ide néz, és akkor engem néz, mert én élek, én ott vagyok, de hát a monitor az nem. Ők még nem ebben a korszakban születtek bele, sőt, nem tudták, hogy megtapasztalni. Úgyhogy ez is egy probléma, hát csak akkor kell vigasztalni a hozzátartozót, hogy ne vegy ez okon, hogy nem oda nézett, hát azért válaszolt, úgy, ahogy meg hát mégis tetszett látni, hogy jól van. Jó, hát ez senkinek telik. Nem volt egyszerű, és hát most sem az, pláne hogyha izoláltságról beszélünk, és az egyébként tényleg tehát hogy egy feloldhatatlan dolognak tűnik akkor, amikor az ember benne van, és szerintem az a nehéz, hogy mégis értelmet vinni minden napba, akkor, amikor mondjuk egy idős otthon marad, mondjuk tényleg egyedül, mert aki otthonban van, ő szerintem egy szerencsés helyzetben van, mert ott társaságban van folyamatosan. De mi van azokkal az idősekkel, akik otthon vannak egyedül? Ez volt az, amit ugye mondtam, hogy ez volt az egyik segítség, hogy létrejött ez a Szöcskész című csoport, és akkor itt azért legalább, tehát ő legalább nézte, ugye nyilván nem demensekről, hanem körülbelül az én korosztályomról, vagy azért vannak persze idősebbek is, van szó, akik,
hát ott beszélek neki, és ott akkor lehet táncolni. Az ismert táncokat, az ismert zenékre, ez egy óra könnyebbség, és ugye, hát én nekem aztán csináltak egy ilyen összefűzött könyvecskét, köszönetképpen a hozzászólásokat lefotózgatták, és összefűzték nekem. Tehát de aranyos. A hozzászólások, amik jöttek, hogy tulajdonképpen ő azt várta, hogy legközelebb is majd holnap is lesz tánc, és na, akkor holnap fontos, is lesz. Ez a igen. Kulcs, hogy van mit várni, van egy volt, cél igen. A napban. Vagy például kitaláltam, hogy csináltam egy kalapos táncot, és azt mondtam, hogy jó, akkor legközelebb kalaposat táncolunk, de készítsetek elő, legyetek kedvesek szépen felöltözni, tehát öltöz fel volt a felszólítás, hozzá kalapot, botocskát, söprűt, valamit, és azzal táncolj, hogy legközelebb keringőt fogunk táncolni, és akkor küldték a képeket, hogy milyen ruhát vett föl otthon, aki senki se látta. De ez azért egy óra, egy kevés. Nagyon kevés. Tehát, hogy az az idős, aki nem ért a számítógéphez, akinek nincs úgy okostelefonja, aki nem facebookozik, annak én nem tudom. És egyedül van pár nélkül. Szinte elképzelhetetlen, hogy ezt a 3 hónapot hogyan tudta átvészelni. Egyébként, amit ti kezdeményeztetek a gyerekekkel, meg a fiatalokkal, igen. Ugye hallom, hogy önkéntesek is dolgoznak nálatok. Én szerintem ez egy óriási erőforrás, mert én legalábbis azt vettem észre, hogy a gyerekek egy kis noszogatás után, ahogy említetted, valahogy sokkal elfogadóbbak sokkal. És nyitottabbak, így mint van. Mi felnőttek így van. Vagyunk. Így van. Én láttam több olyan képet már, így külföldi példákból is, ahol direkt vannak ilyen programok, hogy óvodákkal, általános iskolákkal vannak kapcsolatban, és azok bejárnak rendszeresen, igen. Együtt vannak, együtt játszanak, tehát ez lehet nálunk is egy út, amit... Sőt, olyanról is tudok, hogy egy épület együttesben van az óvoda, és igen, az idősek ott igen. Van. Volt egyszer egy ilyen és van egy eljárás. Így van. Igen. De jó. Hát hiszen a gyermek mi bajnál, mi ez, ami hát tényleg becsukja a szemét az ember, és olyan, mintha egy strandon lenne, igen. Amikor ugye a gyerek játszott. Máltaiaknak volt egy ilyen kezdeményezése, talán Pátyon, vagy nem tudom pontosan, egy ilyen idős otthont hoztak létre, hogy itt az idős otthon, és a lejjebb pedig ugyanazon a telken voltak építve családi házak, ahová jó. Olyan gyerekekkel költöztek be vállalkozó felnőttek, akik nem családban éltek. Tehát, igen. Nem tudom hirtelen a szót kinyöszörögni, hogy otthonban éltek a gyerekek is, tehát gyermekotthonokban éltek, és azokkal a gyerekekkel nevelőszülők oda költöztek, és ez egy ilyen, az azt hiszem, hogy most is működik. Még eszembe jutott, amikor említetted az emlékeket, hogy például Szentendrén van egy olyan program, berendeztek egy olyan lakásrészt, egy lakrészt, ahová fogadnak gondozókat, időseket és demenciával élőket is, és ott ugye a régi emlékek előhívása érdekében vannak ilyen régi tárgyak. Ugye általában most ilyen 70-80 körüliekről beszélünk, tehát abból az ő fiatal korukból való tárgyakat jelenítik meg, vannak albumok, olyan a berendezés, és amikor ugye részt vesznek ezen a programon, akkor észrevesz, hogy jé, nekünk is ilyen volt a tűzhely, a szekrényben olyan ruhák vannak, olyan albumok vannak, amiben olyan eseményeket örökítettek meg, ami ugye az ő fiatalkorukban játszódik. Tehát én úgy érzem, hogy az érzelmi megerősítés, az érzelmek szerepe, az nagyon-nagyon fontos. Sok helyen láttam, hogy babákat visznek be de időseknek, ilyen kis játékbabákat, mert hogy az előhozza azt az emléket, élményt, amikor... A ringatás, az öltöztetés, az etetés. Igen. Ez azt mondják, hogy gyerekek fiatalon tartanak, és megfiatalítanak. Igen. Egy utolsó kérdésem van hozzátok, mert Emőke itt marad velem, nem sokára behívom a kollégáit, hogy ma ugye a béke és a hála napját is ünnepeljük, azért erről is beszéljünk egy kicsit, hogy miért lehetünk hálásak. Mondjuk kezdjük veled, Edith. Én nagyon egy szóval, talán vagy egy mondattal meg tudom fogalmazni, én az egész életemért hálás vagyok. Mindig az volt a munkám, amit szerettem. Mindig, a családom mindig olyan úgy vett körül, ahogy én szerettem volna. Tehát, hogy én csak ezt tudom mondani, hogy én nagyon hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy ez,
ez így alakult. Mindig mindent nagyon szívesen csináltam, mindig mindent szerettem csinálni, és most ide jött elém ez a tánc, és most megint az van, hogy elmentem nyugdíjba, ugye a 40 évemmel, és nem az van, hogy otthon sírdogálok, hogy mi lesz, hanem megint elém tolt valamit a Jóisten, és megint van valami, ami mindig is a közösségért dolgoztam, és most megint van egy közösség, akit építgethetek. Én ezért vagyok hálás. Mária? Ez végül is, ez bennem is bennem van. Én most azt emelném ki, hogy én azért vagyok hálás, hogy amikor én általában szeretek újítani, mindig valami új dolgot kezdeményezni, és én úgy érzem, hogy ez az Alzheimer téma, amivel mondjuk olyan körülbelül 6 éve foglalkozom, hogy hálásnak kell lennem azért, mert fantasztikus embereket ismertem meg, és mindig elém jön valaki, valamilyen ügy, ami ebbe egy kicsit előrébb visz. Tehát, hogy én ezért vagyok hálás, hogy egy ilyen, hogy mondjam, nehéz küldetés mégis könnyen megy. Hát most furcsa, hogy ezt mondom, de hogy könnyen van erőt megy. Végigvinni. Én nem gondoltam azt, hogy mit tudom én ezelőtt pár évvel, hogy lesz egy színdarab, hogy amikor én találkozom két filmrendezővel, az Alzheimer film, meg a Hűség című film, ami erről a témáról készült, és hogy benne lehetek abba, hogy segítek a szervezésben, hogy ez az ország több pontján most már megvalósul, most például ingyenesen vetítik, ingyenesen hozzáférhető mindkét film a mai napon, az Alzheimer világnapon. Tehát ezt is annak tartom, hogy ezt a táncot így sikerült megszervezni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és beszéltünk róla. Szépen. Ez egy fontos dolog, és ez egy fontos nap. És az is fontos, hogy továbbiakban is erről legyen szó. Úgyhogy én a Fóti Emőkének azt mondom, hogy maradjunk itt együtt, és beszéljünk róla, hogy kik jönnek hozzánk, csatlakoznak hozzánk a kolléganőid. Úgy tudom, hogy Bozsuk Zsuzsanna, Csokonai Anna és Barabás Viktória. Sziasztok, gyertek, üljetek ide le. Hát, ugye, a hála. Köszönöm. Sziasztok. Például a Jóistennek vagyok nagyon-nagyon hálás azért, hogy nem kiigazításképpen mondom, de nekem nincsenek kollégáim, nekem társaim vannak. Oké. Okay. És ezért vagyok én nagyon hálás, hogy az otthon minden dolgozója tulajdonképpen társam abban, hogy örömet vigyünk. Sziasztok! Sziasztok. Milyen Emőkének a társa lenni a munkában? Ki mit csinál az idősek otthonában? Mindketten a mentálhigiénés csoportnak a tagjai vagyunk, és az időseknek a foglalkoztatása gyakorlatilag a feladatunk. Hát segítjük az ő életüket ott az otthonban, ahol dolgozunk, illetve a Emőke által kezdeményezett Alzheimer kaféban is aktívan próbálunk részt venni. Mit csinálsz ott? Hát igazából a szervezésben. Ott jó sok a háttérmunkálatokban, így van. De ami azért nagyon fontos. Hát hogyne? Hát úgy érted, hogy az ember elmegy egy ilyen rendezvényre, megissza a kis üdítőjét, és cseverészik, meg a pogácsáját. Jó, de ezt oda is kell készíteni. Így van. De tehát oda kell cipelni, az le nem kell ennyi. Teríteni. Az nem ennyi, hanem ott nagyon sok munka van mögötte. Te mit csinálsz? Nagyon fiatalnak tűnsz, tanuló vagy. Önkéntes? Még tanulok, de inkább már dolgozó vagyok, már 8 órában dolgozok az otthonban. Jó per éve, nagyon jó. Jó társaság? Igen, részt venni. Miket tanulsz tőlük? Hát gyakorlatilag mindent. Az életről is nagyon sokat, és a kapcsolatokról is rengeteget. Hát nem gondoltam volna még amikor elkezdtem tanulni, hogy ezt fogom csinálni, de... Mit szeretél volna csinálni? Minek készültél? Hát, volt egy ilyen alap végzettségem az ilyen pénzügyi területen, de ebben sokkal jobban megtaláltam önmagam. Uh-huh.
hogy nagyon, nagyon élvezem, hogy tudok segíteni. Te mindig tudtad, hogy ezt szeretnéd csinálni? Nálam már elég korán kialakult, igen, ez, hogy idősekkel szeretnék foglalkozni. És miért? Én abszolút szakirányon mentem végig ezen a vonalon. Nem igazán tudom, talán az, hogy a nagyszüleim révén, dédszüleim, ugye én még abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy... Jó kapcsolatot ápoltatok. Hogy ismertem a dédszüleimet, és ugye, amit beszéltetek itt az imént, hogy azért a mai gyerekek azért ritkán mondhatják el azt, hogy a dédszülőket ismerték, és valahogy ez a kötődés mindig ebbe az irányba sodort, hogy az idősekkel foglalkozzak, és így keveredtem gyakorlatilag erre a területre. Van itt egy harmadik kollégina is, úgyhogy kérlek, te is fáradj be hozzánk itt a csatlakozz a munkatársakhoz, illetve hát nem is munka, a társaidhoz. Igen. Szia, akkor tőled is hasonlót kérdeznék, hogy mi ez, amit neki van partja, hogy szeretném, ha elmondanád, hogy mi az, amit szeretsz ebben a munkában. Hát, hogy én az 50 órás közösségi szolgálat által kerültem ide az otthonba, és én nagyon élveztem, vagy nagyon élveztük annak idején, hogy a nénik ilyen boldogan fogadtak minket, hogyha így foglalkoztunk velük, mindig mosolyogtak, kaptunk pozitív visszajelzést tőlük, és ez olyan jó érzéssel töltött el. Az idősek otthonában nem csak idősek jönnek, mennek, hanem mostanában fiatalok is, nem is mostanában, hanem ez egy régi kezdeményezés, hogy a fiatalokkal is tartjátok a kapcsolatot, sőt, bevonjátok a fiatalokat. Nektek ebben mi a szerepetek? Van valami olyan specialitása egyénenként nektek, amiben ti ebben tudtok segíteni a szervezést illetően, vagy bármi illetően? Hát a szervezés az az enyém, és a megvalósulásban segítenek a többiek. És egy picit segítenék, hogy miután egyházi fenntartású otthon a Jézus Szíve Társasága idősek otthona, itt a vallásgyakorlás természetszerűen egy prioritást élvez már csak azért is, hiszen idős szerzetes testvérek is élnek az otthonba. Most ugyan elég kevesen, de volt, amikor 10-15-en is. És az ő jelenlétük, csak pusztán a jelenlétük is meghatározza az otthon hangulatát. Most valamikor, mikor ide elhelyezkedtem, jó régen, akkor a moldvai Bözsi testvértől én vettem át a sekrestyészeti feladatkört, mert van nagyon szép kápolnánk, és ezt most átadtam Ancsinak, tehát előttem az utódom. Mi ez, amit te ott csinálsz? Sajnos állandó papi jelenlétünk nincsen így napról napra az otthonban, de igen liturgiákat tartunk, és akik ezt igénylik, hogy ezen részt vegyenek, azoknak segítek, hogy oda jutni, így részt énekeket vezetni. Most szabadba vágok, az oda jutni, tehát azért ott az otthonban az az élethelyzet, hogy a súlyos demenciával élőket ugye útba kell igazítani, hogy merre megyünk, hiszen a hiába mennek minden nap ugyanazon az útvonalon, azért abba segíteni kell. És nagyon sok kerekes-székes lakónk van. Tehát őket azért fölöltöztetni, kiemelni az ágyból, kerekesszékkel letolni a kápolnába, vagy foglalkozásra. Ez azért mindannyiunktól igencsak sok fizikai erőt is igényel, meg eleve az is, hogy rábeszélni, motiválni, hogy de igen, fölkelünk, megfésülködünk, fölöltözünk, mert most menni kell, és ez milyen jó lesz, mikor majd odaértünk, ami egyébként igen, mikor már odaértünk, akkor jó lesz. Hát ez olyan, mint hogyha egy nagy családban szeretnék elindulni. Tehát, hogy így van. Úgyhogy most visszaadom szót Ancsinak, hogy aki szépen el fogja mondani, hogy mi ennek a nagyon-nagyon nagy jelentősége. Leginkább azt, amit már korábban is hallottam, hogy a demenciával élők mindent az érzelmek mentén közelítenek meg. És valamikor ez, hogyha szellemileg nincsenek is ott, de
ezek az érzelmek mentén rengeteg minden felidéződik. Aha, ugye a memória az eseményekről a fiatal korában. A régi időkről, illetve hát, ahogy így ugye idősödik az ember, ugye az Istennel való kapcsolat egyre jobban előtérbe kerül, hogy mélyül, igen. Úgy, azoknak megnyugvás, akik folyamatosan mindig is templomba járók voltak, de azoknak is, akik mondjuk gyerekkorukban rendszeresen jártak, szülők, nagyszülők elvitték őket, aztán esetleg kevésbé, de most mégis eljutottak abba a életszakaszba, hogy visszatudnak kapcsolódni, hogy van mihez visszatérni, és ez nekik is egy megnyugvás. Mitől más ez a munkahely, mint mondjuk tudom én elmenni bankba dolgozni? Tehát, hogy itt azért olyan érzelmi töltetek vannak nap mint nap, és nyilván kialakul egy-egy személyes kapcsolat, ami barátsággá válik, hogy nektek volt ilyen, hogy valakit nagyon megszerettetek munkátok során? Nekem volt egy néni. Hát mi ma is tartjuk a kapcsolatot, ugye én vasárnaponként az Annának szoktam menni segíteni, és a néni mai napig igényli, hogy fölmenjek hozzá, kicsit beszélgessünk, akkor elmondja a gyerekkorát, fiatalkorát, úgyhogy így megmaradt ez a barátság közöttünk. Igen, nem csak adunk, hanem kapunk is, tehát abszolút érezzük a lakók részéről is, a hozzátartozók részéről is a szeretetet. Ugye, amit mi próbálunk a lakóknak adni, ezt tőlük maximálisan visszakapjuk. Emőke, te kaptál egy díjat. Húha, igen. Tavaly, ha jól tudom, igen. Az év szociális dolgozója. Igen. Lettél, ehhez most is gratulálok. Köszönöm szépen. Mik azok a momentumok az életedben, amik mérföldkövek ideig juttattak, hogy el is ismerték, hogy te ebben jó vagy, és előremutató a munkásságod? Erről most olyan nagyon nem szeretnék beszélni. Tulajdonképpen csak szakmai dolgokat, tehát hogy amik lépcsőfokokon keresztül mentél, rendben érinthetjük azt is, hogy de már említetted, hogy volt személyes érintettséged is. Hát ez végül is egy életpályát koronázott meg, hogy ezt a díjat én kaptam. Hát 20-sok éve csinálom már. Először egy állami fenntartású otthonba kezdtem, segédnővérként. Aztán munka mellett és család mellett tanultam. Nagyon sokat önszorgalomból, autodidakta módon, szakirodalmak olvasása nagyon érdekelt. Nem szeretnék. Nem kell. Jó lesne, ha valaki más mondaná. Jaj, hát akkor a kollégákat, társakat kérdezném az emőkéről, mert tényleg valakit mondjuk, tehát hogy önmagadról beszélni biztos kellemetlene, viszont itt vannak a társaid, akik jól ismernek téged, hogy mi az, amit emőkében tavaly ilyen formán díjaztak? Szerintem főként azt, hogy nagyon-nagyon jól összefogja az otthont. Mind a kollégák szempontjából, mind a lakók szempontjából. Tehát mindenkivel kapcsolatot tart, mindent tud, mindig ott van mindenhol. És hát szerintem főként ez, meg hát a segítés, tehát amit ő a hozzátartozókkal is végigcsinál, azt szerintem ezt díjazták, meg hát ugye a mi kis csapatunkat is, ahogy összefogja a kis mentálhigiénés csapatot, ez is egy nagyon jól fogja össze. Konfliktus kezeléstől elkezdve mindent meg lehet vele beszélni, és én szerintem az, hogy már 10 éve, vagy ugye 10 éve vagy itt az otthonban. 18, nagykorú vagyok. Tehát azért ennyi idő alatt nagyon-nagyon sok mindent letett az asztalra, és ezt így a vezetők úgy ítélték meg a kollégák, hogy igencsak
kiérdemelte ő most már ezt a díjat. Tehát ahogy ez kapcsolódik a városhoz, mert ugye azért az intézmény az egy zárt hely, de hát azért péceli lakosok is élnek ott, meg még a kezdetekkor szintén Pécelen van az az otthon, amelyik önkormányzati fenntartású. Ha már a hálát szóban hoztok, az akkori igazgatónő, az ottani igazgatónő Ági adta meg a kezdőlökést, akkor én még nem is végeztem el semmilyen főiskolát, tehát még akkor nővér voltam, és felkért arra, de hát ennek már 20 éve, ha nem több, és akkor kezdődött ez a probléma, hogy demencia, hogy Alzheimer-kor, és akkor most mit kezdjünk ezzel intézményi szinten? És felkért arra, hogy készítsek egy előadást egy Gödöllön, egy országos Gödöllön megrendezésre került országos konferenciára, és én ebbe belevetettem magam, akkor olvastam rengeteg szakirodalmat. A fiam barátai segítségével készítettem egy kis ismertető oktatófilmet, ehhez megjelent egy írásos anyag, aminek az volt a címe, hogy a súlyos demenciával élők foglalkoztatásának lehetőségei. Mert ezt akkor próbálgattam ott, hogy mit lehet csinálni. Nagyon élveztem egyébként, nagyon jó volt, hogy hát ez nem jött be, ezt ne csináljuk, ez bejött, ez nagyon jó. Kísérleteztél. Nagyon-nagyon élveztem, és akkor mondom, erről készült egy nagyon klassz kisfilm is, tehát ami bemutatta azt is, hogy miben is áll a demencia lényege, tehát ami azt jegyeztem meg, mert ez nagy felháborodást, nagy tetszést és nagy felháborodást is okozott, ez a pici kis jelenet, hogy fogmosás. És akkor a néni fogja a fogmosó poharat, meg a fogkefét, és olyan idegenül nézi, hogy nem tudja, hogy vizsgálgatja, hogy ez most mi. Tehát én ezt most így fogom, mert szoktam fogni, de mi ez? Értem. Tehát ez egy abszolút jellemző. Ilyen kis gyakorlati dolgokban is tudtok nekik segíteni? Vagy persze. Ti vagytok ott, akik segítenek ebben? Hát a nővérekkel együtt, tehát ezt nem lehet így külön választani. Na, és akkor, hát amire úgy büszke vagyok, hogy a mai napig is ez a kis oktatóanyag ajánlott irodalom főiskolákon és egyetemeken. Ó, wow! Hát azért az elismerés, tényleg. Igen. Hogy telik egy napotok? Milyen az időseknek a napi rendje? És ti ebben hol vesztek részt? Hát megint én beszélek. Reggel 8-kor kezdődik gyakorlatilag a mi munkaidőnk. Mi 8-tól 4-ig vagyunk, és hétfőtől péntekig minden nap. Ugye a nővérek, ők ugye 12 órában dolgoznak. De ugye mi is ott vagyunk köztük ugyanúgy, mint ahogy a nővérek, tehát 8-kor kezdődik egy reggelivel a mi napunk gyakorlatilag, a reggeliztetésnél ott vagyunk a lakók között, segítünk, és aztán jön az Ancsinak a reszortja, mert ugye 9 órától napi szinten liturgia van, amit ugye Ancsi segít, mi abban szoktunk segíteni neki, hogy a lakókat levisszük. Tehát amiről beszéltem, hogy föl kell öltöztetni, meg kell fésülni, tehát odajuttatni, segíteni az odajutásban. Tehát ezt most ott kéne élni velünk ahhoz, hogy tehát lehetetlen különválasztani azt, hogy kinek mi a szerep. Mindenkinek megvan természetesen a munkaköre, a munkaköri leírása. Amire szükség van, azt, persze, ha valaki de meglátja, itt az embert kell nézni, hogy annak az embernek ott és akkor mire van szüksége. Tehát ha az éjjeli szekrényét kell lemosni, nem fogok kiabálni a takarítónőért, mert ott vagyok, hát persze, hogy letörlöm. Ha körmét kell levágni, nem fogok kiabálni a gondozónőnek, hát mert most én vagyok ott, meg nálam van az olló. De hát ez egy szuper hozzáállás. Szerintem nem mindenhol van ez. Hát itt a Jézus Szíve Társaságánál így van. Igen. Vagy ha épp egy zoknit kell felhúzni, ugye? Így van. Felöltöztetik a lányok reggel őket, de mire mi eljutunk oda, hogy egy foglalkozásra levisszük a lakót, akkor már 600-szor levette az okniát. Így van. Oh.
Meg az egyik lábon kék papucs, a másikon piros. Jaj, de ez amúgy ez annyira aranyos. Hát persze. És a liturgia után még mi következik egy napban? Délelőtti foglalkozás. Művészeti foglalkozás, levegőztetés. Ez minden nap más, ugye mozgásos foglalkozás is van, a labdázástól elkezdve a lufizásig. Lufizás? Igen, ezt szeretjük nagyon. Mit jelent? Mert lassan jön a lufi, mert olyan gyorsan, mint egy labda. Kés lehetett ezt a mozgás, és értem. És hát nagyobb a sikerélmény, mert elkaptam. Ezt is te találtad ki? Hát ez szuper. És még zenés foglalkozás, ugye zenélni nagyon szeretnek, vannak bizonyos hangszereink, amiket nagyon csörgődob, meg rumbatők, tehát ezeket úgy nagyon szeretik, mindig valami kis mondókát mondunk hozzá, ugye ezek megvannak még az emlékeikben, nagyon sok mondónk, amit mást elfelejtettek, de ezt például tudják, és akkor hozzá próbálunk ritmusra zenélni. Úgyhogy játszunk. Így van, játszunk. Az ebéd után... Hát akkor van egy kis rendes pihenő, így van. A pihengetnek? Pihengetnek, és akkor utána megint délután foglalkozás, levegőztetés szintén, tehát kint, amíg jó idő van, addig igyekszünk nagyon sok időt kint tölteni a szabadban. Szerencsére van egy hatalmas nagy park. Egy hektárius park. Uh-huh. Ú, ez szép. Gyönyörű platánfával, bambújjal, mókusokkal. Jaj, de jó. Csodálatos. Világ legjobb munkája. Hát mindjárt beköltözöm. A nyári időszakban ugye délután szoktunk fagyizni, meg dinnyézni, tehát azért ez így délután jól jön a melegbe, ezt is nagyon szeretik. És akkor gyakorlatilag... Esténként pedig úgy tudnám elképzelni, hogy valami felolvasó est, vagy este tévézés, közös ott. Tévézés. Négyig tart a munkaidőnk, és azért az időseknek is a tűrés határa, tehát vacsora után azért ők már ilyennek, tehát igen, tehát esti program az nincs tulajdonképpen. Az esti program azt már inkább a nővérekre hárul, úgy, mint a gondoskodás és az ő személyük ellátása, fürdetés, ágyazás, pizsamába öltözés, hát azért az se kis feladat, sőt, nagyon nagy feladat. És utolsó előtti kérdésként, hogy találnak rátok? Főleg péceliek laknak abban az idős otthonában, vagy mi a metódus ennek? Pest megye a mozás körzet. Uh-huh. És ennek főleg a hitbéli elhivatottság az oka, nem, hogy oda mennek, nem. Vagy? Nem. Mert hogy fel vagytok mindenre készülve, és ezzel a két betegséggel is foglalkoztok, és tudjátok, hogy mire van szükségük. Igazából szerintem elsődleges az, hogy híre megy az otthonnak, és ugye fent vagyunk ugyanúgy, mint más otthonok az interneten is, és egymás között a hozzátartozók ugye elkezdenek érdeklődni, amikor oda kerül a család, hogy na most akkor keresni kell valamit a szerettüknek, elkezdenek érdeklődni, és akkor egyszer csak valakitől jön egy info, hogy itt már volt valakinek a hozzátartozó, jó a tapasztalat, és akkor talán így elsődlegesként ez ami. Az lenne az utolsó kérdésem, hogy ma ugye a béke meg a hála napja is van, az Alzheimer-korról és a demenciáról már beszélgettünk. Mondjatok egy kérlek sorba, hogy ki miért hálás az életében? Lehet nagy szavakat mondani, lehet pici, apró dolgokat, kis csodákat mondani, mondjuk kezdjük veled. Hát én leginkább, mint ugye a szakmával kapcsolatban, vagy hálás vagyok, az a csoportnak a folyamatos visszajelzései, hogy ebben a csoportban lehetek, illetve magukat az idősektől is, hogy rengeteg hála és szeretetet kapok. Tehát van egy visszacsatolás, amiből te is feltöltődsz, és újra nap mint nap neki tudsz látni. Igen. Te miért vagy hálás? Hát én hálás vagyok Emőkének, hogy megismerkedett az idősekkel, és hogy itt ilyen sokáig itt tudok lenni az otthon életébe, és tényleg, hogyha bármi probléma van, vagy tudok segíteni, akkor Emőke mindig hív, és én ezért nagyon hálás vagyok neki.
Zsuzsa? Hát én elsősorban a családomért vagyok hálás, akik mindenben támogatnak. Van gyerkőc? Van, igen, 3 gyermekem van. Na, nagy család. Igen. A másodszorban pedig a másik családomért, akik úgymond az utamba kerültek, mert ugye én 2 éve dolgozom itt, kicsivel több mint 2 éve itt a Péceli otthonban, és hogy ide sodródtam. Emőke? Hát én még egyszer mondom, hogy nagyon hálás vagyok minden munkatársamnak, és hogy Isten munkatársa is lehetek abban, hogy örömet vigyek oda, ahol szenvedés van. Na, ez egy küldetés. És boldogan vállaltad. És köszönöm szépen, hogy vállaltátok itt ezt a beszélgetést, mert tényleg jó dolgokról volt szó. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Én pedig Pap Katalinnal fogom folytatni, aki a mozgás és a tánc terápiáról és az összefüggéseiről fog velem beszélgetni. Jaj, de jó, hogy ismét eljöttél hozzánk. Már igen, én is örülök. Írtam is neked, hogy már lassan te vagy mi saját táncterapeuta szakértőnk, hogy így mondjam. Most viszont egy kicsit más témában, mert legutóbb arról beszéltünk, hogy logopédia, mozgás, fejlesztés kapcsolata, és most meg demencia, és ez a visszafejlődés, és tánc kapcsolata. Azt mondtad, hogy neked is van miről bőven beszélned ezzel kapcsolatban. Igen, amikor írtál, akkor először elgondolkodtam, hogy az első perc az volt, hogy hogyan tudom én ezt a témakört megközelíteni. És írtam neked, hogy hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy vannak gondolataim ezzel kapcsolatban, igen. Van miről beszélni. Mégpedig azért, mert lehet, hogy én a táncban egy kisebb korosztállyal foglalkozom, de van Maxi Dance csoportunk is a Mini Dance mellett. Ők felnőttek, és még nem az a korosztály, akiket érinthet adott esetben egy ilyen jellegű probléma, hanem azt gondolom, hogy a prevenció és a megelőzés, és az, hogy egy mozgásforma vagy a tánc beépül úgy az életünkbe, beépül úgy a mindennapjainkba, hogy tudjuk később is használni, és tovább tudjuk vinni. És talán ennek a jelentősége az, ami nálunk, vagy az én munkámban fontos. Tehát, hogy része legyen a tánc, meg a mozgás az ember életének. Igen. És mire megidősödik, és esetleg ezzel a problémával foglalkozik, már képben legyen, már ott legyen az, hogy igen, hogy talán azok a rögzült szokásaink megvannak, és tudunk hova nyúlni. Vagy ha csak azt vesszük, hogy az izomzat mondjuk mire emlékszik, maga az izomstruktúra, azért tehát nem az emlékeink, nem a memória, hanem maga az izomzat és a mozgás, hogy mit tudunk feleleveníteni. Meg számos olyan dolog van, amit ahogy végig gondoltam és gondolkodtam ezen, mert nagyon megmozgatta a gondolataimat ez az egész, amikor írtál, hogy a saját csoportomban, akik felnőttek, mondjuk középkorú felnőttek, hogy mennyi pozitívummal jár. Tehát azon túl, hogy meg kellett tanulniuk nekik is. Tehát nem ment egyik pillanatról a másikra, hogy más csinál a kezem, más csinál a lábam és mást a fejem, hanem erre rá kellett edződni. Amikor először felvetődött, hogy szerepeljünk, vagy mutatkozzunk meg valahol, akkor iszonyat nagy volt a megrettenés, nagyon izgultak. Nagyon most féltek. A kicsikről beszélsz? Nem, vagy a felnőttekről. Aha. Igen, nem, most csak a felnőttekről. És utána elmentünk bizony versenyezni is, mert hogy a Magyar Látványtánc Sportszövetségnek van szenior és szenior 2-es kategóriája. És eszméletlen jó dolgokat látni és megtapasztalni, és ahogy a generációkat össze lehet kapcsolni ebben, és hogy mennyi pluszt ad nekik felnőtteknek, vagy szeniorkorú versenyzőknek, vagy szenior 2-es korú versenyzőknek az a fajta visszajelzés, amit a nézőközönségtől és a versenyzőtársaktól kapnak, akik nem feltétlenül az ő korosztályuk, hanem lehet, hogy fiatalabbak. Mi a te korosztályod itt a szenior korosztályban, vagy kategóriában? Hát mondjuk ilyen 40-től vagyunk. Mi kell könnyebb dolgozni, az icipicikkel, vagy egészen a már más? Mert
teljesen más. Egészen más, teljesen más. A felnőttekkel is ugyanúgy megvannak azok a pontok, amikor azt mondom, hogy na most már akkor csend, és meg kell csinálni. Ugyanúgy van az, hogy kicsit mondjuk hisztisebbek, hogy nem megy, nem tudom, és próbáltuk, és nekem ez nem fog menni, és náluk nagyon erős ez a nekem ez már nem fog menni. Aha. És ezeket a falakat én már túl vagyok ezen. Így van, és ezeket a falakat le kell bontani, és amikor megcsinálják, és saját maguk elérik ezeket a célokat, meg ezeket a mozgásokat meg tudják csinálni, akkor nagyon boldogok. Hmm. A kicsikkel meg valójában, én most csak találgatok, de hogy az lehet velük, hogy még annyira gátlás nélküliek, még nincsenek bennük ezek a korlátok, amik önmagukat. Igen, mert hát az egész picit mondjuk mennek is szanaszét, tehát hogy őket össze is kell egy kicsit fogni, és össze is kell tartani, vagy megtalálni azokat a motivációkat, amivel őket le lehet kötni. A felnőtteknek már megvan a motivációja, ők ugye már sokkal tudatosabbak céllal jönnek, vagy azért, mert jól el akarnak fáradni, vagy azért, mert igenis ők színpadra akarnak kerülni, vagy azért, mert versenyezni szeretnének, és ebben van lehetőség szerencsére Magyarországon is, és ez nagyon-nagyon jó, hogy van módunk ilyen dolgokban és ilyen versenyeken részt venni. Milyen agyféltekeket, és hogyan stimulálja a mozgás és a tánc ebben a demencia körben, témakörben? Hát egyrészt ugye az, hogy más csinál a lábunk, kezünk, tehát ez az alsó-felső végtag független vezérlése, ez azért lefut az idegrendszerben. Másrészt a két agyfélteke összekapcsolása. És a múltkori beszélgetésünkben én említettem azt, hogy mennyire plasztikus az agy és az agy plasztitása, és hogy a mozgásterápiákra azt mondjuk, hogy mondjuk 5-től 16 éves korig zseniálisan működnek. És nem, 16 éves kor fölött ugyanúgy elérhető eredmény. Azért kapcsolom egy picit össze a mozgásterápiával, mert nagyon közel áll a tánchoz olyan szinten, hogy a középvonal átlépése, a más csinál a kezem, lábam, máshogy fordítom a fejem, más dolgokra alkalmazkodok, mondjuk a zenéhez, vagy egy mondókához, vagy egy ütemhez. Tehát, hogy ez a fajta, az agynak ez a fajta plaszticitása megmarad valamennyire. Erre vannak már bizonyított kutatások, hogy fiatal felnőtt korba később is tudunk hatni erre a folyamatra. Egyrészt, hogy ne forduljon más irányba, tehát, hogy egy megelőző jelleggel. De hát ezt gondolom illetve, azért... Illetve, ami nem demencia, de fiatal sztrókos betegeknél csináltak erre már konkrét eredmények vannak, hogy a mozgásukban elérhető fejlődés, meg a két agyfélteke összekapcsolásban, tehát hogy a mozgással és a tornával és a mozgásterápiával és azáltal, hogy ezáltal a tánccal is. Tehát hát igen. Fontos lehet ez. És az, hogy milyen jellegű zenére táncolnak? Az mennyire határozza meg azt, hogy mennyire hajlandók egyes koreót ízben tartani, hogy az... vagy megjegyezni, vagy ráállni. Talán egyszerűbb, hogyha erősebben hallható a zenének a ritmusa. Tehát a négynegyedre igen, könnyebb akkor, de hogyha már elmegyünk egy kicsit a művészi jellegbe, akkor meg már ugye a művészi hatás érdekében meg jobb, hogyha ha a zenében más jellegű motivumok is megjelennek, és nem feltétlenül hallható minden egyes ütés. Tehát, hogy mindig a cél a fontos, hogy meglássuk, hogy milyen céllal dolgozunk, milyen céllal tartunk egy foglalkozást, egy órát, milyen céllal tanulunk egy koreográfiát, vagy mihez és miért választom a zenét. Hogy az most lassabb legyen, vagy gyorsabb. Nálam lévők szeretik a pörgősebb órákat. Aha. Tehát, hogy nálunk az a fajta vonal erősebb, de téged személy szerint, Kati, mi visz napról napra előre, mert tudom, hogy állandóan képzeld magad, újabb és újabb készségekre teszel szert, hogy mi az, ami téged ebben a segítésben, meg a közösség összekovácsolásban így előre visz. Hát a tanulmányaimban azt hiszem, hogy a kíváncsiság, hogyha nem tudtam valamit megoldani, akkor meg kellett találnom azt az utat, és ez mindig valami tanulás és valami iskola felé vezetett, és ezért jöttek ezek a képzések. Egyébként meg a tenni akarás és a segíteni akarás. Tehát, hogy megoldani azokat a problémákat, amivel találkozik akár egy gyerek, akár egy felnőtt. Tehát, hogy előrébb vinni, vagy segíteni őket.
talán így az. Te az a fajta kislány voltál, aki már egészen pici korodban ott ugráltál a tévé előtt, és, vagy a rádió előtt, és nagyon sokat mozogtál. Én azt hiszem, hogy én mindenhol ugráltam, leginkább a szüleim idegrendszerén, tehát hogy, hogy én nagyon-nagyon mozgékony gyerek voltam, és eszméletlen sokat beszéltem, és mozogtam, és megállíthatatlan voltam, tehát nem csak a tévé és a rádió. Én azt gondolom, hogy bármilyen helyzetben is, és szituációban, viszont már bölcsiben és oviban is ugyanígy segítettem a társaimat, és kiálltam értük. Eddig az összes vendégtől, de még nem én sehova, megkérdeztem, hogy miért vagytok hálásak úgy egyáltalán, általánosságban véve az életetekben, mert hogy ma a hála és a béke napja is van. Én azért a sok lehetőségért és képességért, amivel rendelkezem, és amivel tudom csinálni, tudom folytatni úgy az életem, ahogy nekem jó, és ahogy én szeretem tenni a dolgom. De jó. Figyelj, tudod, ki csatlakozik hozzánk? Süvegás Gergő csatlakozik hozzánk, akit hát nem kell bemutatni senkinek. Szia, Gergő! Sziasztok! Szia. Szép jó reggelt, napot, nem tudom, mi van most, sziasztok! Hát én nem is tudom, hány órától mondjuk azt, hogy jó napot, és hát jó szerintem reggelt. 11-kor már lehet. Igen, jó napot! Szia, Gergő! Sziasztok! Hát mi most éppen itt egy nagyon már-már ilyen könnyezős témánál tartottunk, hogy hogyan, miért hálásak az emberek. Most mindenkitől utoljára kérdeztem meg, de tőled megkérdezhetem, hogy megkérdezném most elsőre, hogy miért vagy hálás a mai napon? Gondolhatok bármire? Teljesen, természetesen. Teljesen bármire? Igen. Hát én alapvetően az életemért vagyok hálás. Azért vagyok de jó, hálás, mert... De mindenki ezt mondta, és meg, milyen jó nekem. Meg a kapcsolataimért vagyok hálás. Szóval az, hogy én boldog férj lehetek, boldog apa lehetek, boldog barát lehetek, a baráti körünkben boldog közösségi ember lehetek a közösségeinkben, és ráadásul még boldog munkavállaló is vagyok, mert olyasmivel foglalkozom, ami lelkesít, ami inspirál, amit szeretek csinálni, úgyhogy szerintem ez így nagyon-nagyon rendben van. Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen bárhová nézek, a reggeli fölkeléstől kezdve, én nagyjából mindenütt, minden négyzetcentiméteren el tudom mondani, hogy éppen azért miért vagyok hálás. Igen, de ez nem rajtunk kívülálló, tehát hogy ezért minden nap tenni kell, nem? Hogy boldog apa lehess, boldog tánctanár lehess, boldogan szemléld a körülöttünk lévő életet, mert jó, hát nem minden nap ugyanolyan jó. Hát a hozzáállás az valószínűleg nagyon fontos. Hogy lendültök túl mondjuk egy nehezebb időszakon? Kata? Jó, Kata táncol valószínűleg. Hát segít a zene, és segít a tánc. Az jutott eszembe először, hogy végig gondolom, hogy hogyan tovább, és megpróbálok mérlegelni, de nem így van, mert én nagyon sokszor inkább először pánikba esek, megtalálom a legrosszabbat, hogy mi sülhet ki legrosszabb helyzetben, és akkor onnan hozom föl a dolgot, de azt hiszem, hogy ez így nálam működik így, és nem feltétlenül jól van ez, így ezzel dolgozni nem kellene, azt hiszem még, de hát vannak még célok az életben. Gergő, te rengeteg mindent csinálsz, egy napot is akár nézve rádiózol, tévézel, és most éppen beszélgetünk a Demencia és Alzheimer napján, és ehhez is volt közöd, jócskán, hiszen a keresztény szeretett szolgálatnál voltál moderátor és koordinátor. Igen, nekik vannak programjaik, demencia kampányaik, éppen most is zajlik, most volt 9-kor a sajtótájékoztató, talán egy demencia, egy Alzheimer busz indítottak el. Dr. Egervári Ágnessel voltál. Bizony. Amikor én ezügyben dolgoztam a katolikus szeretetszolgálatnak, vagy hát segítettem, akkor még ő volt a főigazgató, és hát alapvetően az volt a cél, hogy megismertessük a Magyarország polgáraival, hogy ez létezik, és hogy mekkora számban és nagyságrendben létezik ez a probléma. Ugye ma azt mondják, hogy nagyjából 250 ezer ember, aki valamilyen módon a demenciában érintett, és hát az ő családtagjaik meg az ő révükön érintett, ami meg nagyjából olyan, hát alsó hangon 1 millió ember, tehát körülbelül minden tizedik honfitársunk valamilyen módon találkozik a demenciának a problémájával, és a demencia nyilván nem csak az Alzheimer-kór, az egyik megjelenési formája, de egyáltalán azzal, hogy egyre idősödő és egyre tovább élő generációknak más és más problémáik kerülnek elő, és ezeket a nehézségeket valahogy kezelnünk kell. Oké, de te hogy kerültél a programba? Engem az Ágnes meghívott, mert már korábban más programok, más munkák révén ismertük egymást, és engem arra hívott annak idején, hogy a kommunikációban próbáljak segíteni, a belső meg a külső kommunikációban, és hát ez nagyon, egyrészt nagyon megtisztelő volt, másrészt meg azt hiszem, hogy fontos célok mellé odaállni, az nekem is felemelő.
Igen, hát és azt lehet tudni, hogy te neked erős kötődésed van az egyházhoz, és erős a hited, hiszen Pázmányon végeztél a Katolikus Egyetemen, és aztán publikáltál sok helyen, a Képmásban, az Új Emberben, ha jól mondom. Hát elképesztő. Mennyit olvastál? Aludtál is éjszaka, vagy csak rólam olvasgattál? Bőven, persze. Bár mindig, amikor lefekszem és fölkelek, akkor úgy érzem, hogy semmit nem sikerült aludnom, mert hogy egy pillanat alatt eltelik az éjszaka, de persze. De hogy nem, hát ezt azért lehet tudni rólad, hogy erős a hitet, hogy mi ez, ami ezt táplálja, vagy hogy van ez veled? Hogy nálad a felmenők is, a családból jött ez a... Hát persze, erős. A család indít valahová, de azért a család, és ez nyilván a mi családunk, meg a mi gyerekeinkre is ugyanígy érvényes. Szóval azt szokták mondani, hogy az Istennek gyermekei vannak, de unokái nincsenek. Tehát, hogy én a hitet így átadni nem tudom a gyerekeimnek. Aha. És én azért vagyok hálás a szüleimnek, mert bevezettek ebbe a világba, vagy a vallás gyakorlásnak a formáival megismertettek. Tehát jártunk vasárnaponként misére, jártam hittanórára, de hogy igazából a fordulat az már a saját döntésemen múlik. Uh-huh. És ehhez nagyon-nagyon hozzájárul, nagyon sokat hozzátesz az, hogy már egy létező gyakorlatba tudtam belelépni, de azért mégiscsak a közösség volt a döntő. Azon gimnazista korom környékén történt, amikor egy katolikus közösségnek lehettem a tagja kamaszkorban. Tehát amikor egy gyerek, egy kamasz nyilván arra vágyik, hogy valahová tartozhasson, borzasztó egyéni, borzasztó önálló, igen, senkihez igen, sem hasonlítson, de azért a nyárba szeretne beletartozni. De főleg a szüleihez nem. Egy helyre biztos, hogy nem akar tartozni, a szüleihez, tehát ez nyilvánvalóan a szülők azok semmit nem tudnak az életről, fogalmuk nincs arról. Viszont te mindent tudsz. Hát én akkor már bőven mindent tudok, és nagyon jó olyan emberekkel, olyan kortársakkal együtt lenni, akik hasonlóképpen mindent tudnak, és együtt lehet szívni a felnőtt generációt. Szóval azért a viccet félretéve az, hogy a 14-15 éves koromban egy katolikus közösséghez, kis közösséghez tudtam csatlakozni, az alapvetően befolyásolta azt hiszem az életemet. Tehát ez megadta azt az összetartozás érzést, az együvé tartozást. És ezzel a közösséggel a gimnáziumi évek alatt, meg talán az egyetemi évek kezdetén olyan alapvető témákat, kérdéseket, dilemmákat, döntéseket, helyzeteket tudtunk végig beszélgetni és végig élni, amelyek egy csomó-csomó konzervet adtak az életünkre. És jó, időnként felnyitogatod ezeket a konzerveket. Muszáj időnként. De igen, mert amikor elkezdenek megszületni a gyerekek, akkor a szülőként azt hiszem, hogy a konzervekből tudnak élni. Tehát amikor mondjuk elmegyünk gyerekekkel misére, akkor az Úr legyen veletek, meg a mennyetek békével között, hogy mi történik pontosan, azt nem mindig tudjuk, tehát akkor muszáj a konzervekből élni. Ja, így van, ezt én is annyira tudom. Viszont Kati tánc terapeuta és tánctanár, és egészen kicsikkel is foglalkozik. Nem tudom, hány évesek nálatok a gyerek? Hát már nem annyira egészen kicsik, mondjuk az iskolai éveket tekintve 12-18 hatodikos a négy gyerek, két lány, két fiú. Úgyhogy most ha mindenki felső tagozat, mindenki gimnáziumba jár, mert már a hatodik osztályt is gimnáziumnak hívják. És járnak bármiféle tánc oktatásra? Sportolni járnak. A tánc az nekünk valahogy kimaradt az életünkből. Mindenféle sportra járnak. Te se szeretsz táncolni? Hát, ha választani lehet, akkor inkább a táncmentes programokat részesítem előnyben. De a sport, bármilyen sport ugyanolyan jó. Én azt gondolom, hogy ha az életünk részévé válik, akkor minden sportnak megvan a maga a szépsége, és legyen az egyéni vagy csapatsport, mindegyikben megvannak azok a pozitív dolgok, ami a személyiségünket fejleszti és segít előrébb. Én csodálom azokat az embereket, akik annyira jóban és harmóniában vannak a testükkel, hogy ezt a felszabadultságérzést, meg ezt az örömöt a testükkel is képesek kifejezni, szóval kívülről nézni nagyon jó. Kati, nálad mindenféle korosztály megfordult tényleg, de vannak kedvenceid? Van olyan életpálya, akit te indítottál el, és most már mit tudom én, hol tart? Hát nagyon sok olyan gyerkőc van, aki már felnőtté vált, és jó látni őket a különböző oldalakon, hogy hol tartanak, és merre ment az életük, és mit tudtam én ehhez hozzárakni. Nincs kedvenc korosztályom, mindegyik korosztály másért egyedi. És igyekszem mindegyik korosztálynak azt tanítani, ami nekik kell, és nagyon sokat tanulok tőlük. A kisebbektől is, és a felnőttektől is. Tehát valahogy ez egy oda-vissza játszma. Van még olyan szakterület, amit nem aknáztál ki? Vagy nem kezdtél bele megtanulni
Hát elsajátítani. Biztosan van, de amikor most pár évvel ezelőtt befejeztem az ELT-t, akkor azt mondtam, hogy én soha többet nem szeretnék már tanulni ilyen oktatási rendszerben. Én ezt többször mondtam. Hát azt gondolom, hogy még azt pihenem ki, illetve megpróbálom azt kamatoztatni. Tehát, hogy a logopédia, a látássérültek pedagógiája számomra most egy nagyon fontos terület lett az életemben a tánc mellett. És nagyon sok mindent megtaláltam benne, és nagyon sok gyerekkel dolgozom ott is, kisebbekkel és nagyobbakkal egyaránt. Rengeteg gyereked van ilyen módon. Igen. Neked 4 van, Gergő. Milyen egy nap a 4 gyerekkel? Hogy indul? Mert elképzelni. 10 éve milyen volt, vagy most milyen? Most milyen, de amit beszéltem, hogy 10 éve milyen volt, mert szerintem akkor viszont egy cipőben járunk. 10 éve zsibvásárosabb volt. Én most már azért sokkal önállóbbak, nem? Hát abszolút önállóak, persze. És szokták mondani, hogy kisgyerek, kisgondolatgyerek. Ez egy baromság, tehát hogy ez szerintem... Jaj, de jó. Más, nekem kicsit vannak, és kicsit meg vagyok illetődve. Én azt látom, hogy más a feladat, más a kihívás. Tehát az öltöztetés, az etetés, a fizikai és biológiai szükségletek kielégítése, az áttevődik a lelki szükségletek kielégítésére, ami nem kevésbé strapás szülőként, mert amikor én... Nekem 10-kor leragad a szemem, és már semmit se látok. A kamasz az akkor lép be a szobába, és kezdi el elmesélni élete problémáját, és akkor hála a jó Istennek, elmeséli. Hát persze. Szóval akkor nyilvánvalóan nem lehet más tenni, mint odafigyelni, kinyitni a szemem, felpolcolni, vagy kipeckelni a szemem, és figyelni rá, mert ha végre elkezd beszélni, akkor ezt nem lehet elhanyagolni. És hát egészen más problémák, meg más nehézségek, meg más örömök vannak, azt hiszem, egy család életében, amikor kamaszok a gyerekek. Most, amikor még mind a 4 iskolába jár, ugye nem tudjuk, ez hány percig lesz még így itt a vírusos időszakban, de most még mind a 4 elment. Ma reggel még elmentek, ezt tudjuk biztosan mondani. Ma reggel még mind a 4 elment iskolába, hogy mikor jönnek haza és holnap elmennek, ezt nem tudjuk. De hát azért most már ők olyan értelemmel járják a maguk útját, hogy hála Istennek mindegyikük tartozik megtartó saját kortárs közösségbe, Regnum csapataik vannak, a fiúk minisztrálni is járnak. Nálunk a plébánián, a Szent Imre plébánián a hittancsoportok egy bizonyos kor után elkezdenek közösségé alakulni. Aha. Oda is tartoznak. Van még egy nagyobb közösségünk, a Családok Jézusban közösség, amiből most már így a felnőttek nyomán, vagy a felnőttek után elkezdett kinőni egy kamasz tini közösség, egy saját közösség. Szóval sok felé vannak elköteleződve, és azért a napjaik nagy részét ez meghatározza, hogy az iskola után nem hazajönnek, hanem ezzel, azzal, amazzal a nagyon jó és nagyon megnyugtató baráti társasággal töltenek időt, és ez nekünk szülőknek is nagyon, nagyon, nagyon fontos tapasztalat. Azt hiszem, hogy a Margit is, meg én is a kamaszkorunkban nagyon erősen megtapasztaltuk a közösségeknek a megtartó erejét, és az egyik legfontosabb célunk az volt, amikor a gyerekek elkezdtek megszületni, hogy őket mindenképpen minél hamarabb, minél kisebb korban valamilyen módon közösségbe vezetni. Mert eljön az a pillanat, amikor a szülő mindent rosszul tud, de hogyha van egy olyan megtartó közösség, amire nyugodtan rá tudjuk bízni, akkor tudhat mindent rosszul, a szülő nagy baj nem történik. És úgy hála Istennek ez úgy tűnik, hogy minden 4-üknél bevált. Tehát olyan helyekre mennek, ahová nyugodtan engedjük el őket. De jó. És ráadásul korban hogy is jöttek egymás után? Hány év van között? Hát kb. 2, mondjuk így durván 2. Van, ahol ez másfél, van, ahol 2,5, de úgy... Nem, most már azért összenőttek. Tehát, hogy a nagyobbik 2 talán tud most egy... Most már tudnak valamit kezdeni egymással, igen. Aha, igen. Aha. Már hogy a legkisebb... Hát mondjuk a legnagyobb és a legkisebb között 5,5 év van összesen. Tehát nem olyan nagyon, tényleg nagyon kicsi a korkülönbség, és le a kalappal a feleségem előtt. De hát azért a társaság az még azért elkülönül, tehát egy 6-os meg egy 12-es az azért még, hát kicsi vagy te még. És jó, hogy mondod a feleségedet, mert ő meg gyógypedagógus. Igen, és látássérültekkel foglalkozik, és részképességzavarosak. És olyan hár, hogy nem tudott eljönni, mert elhívtuk az egész családot, de hogy nyilván a gyerekek iskolában vannak, a feleségek hát meg igen, dolgozik. Ő fejlesztési tanácsadóként dolgozik, ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy szülőknek tud segíteni alapvetően, eligazítani, elirányítani, tehát mint a rendező pályaudvar, olyasmi, hogy nagyon sok szülőn tapasztalja, és tapasztaljuk azt, hogy úgy megvan lőve, hogy most akkor mi van a gyerekemmel. Látom, hogy valami nem egészen stimmel, keveri a betűket, még mindig nem tud olvasni, csak egy-két szót mond, az iskolában a matekkal nehézségei vannak. A hosszú távú memóriája remek, de amit tegnap mondtam neki, arra már egyáltalán nem emlékszik, és most akkor mit csináljak? És a Margit ezt csinálja fejlesztési tanácsadóként, hogy a szülőknek segít
egyszerűen rendbe rakni, hogy akkor most itt mire kell gondolni, vagy mire nem kell gondolni, ez is nagyon fontos, és hogyha segítségre van szükség valóban, akkor milyen irányba induljon el. És én azt látom, hogy a szülők ezért borzasztó hálásak, és nagyon-nagyon fontos az, hogy van valaki, aki meghallgatja őket, személyesen őket, és neki személyesen megmondja, hogy figyelj, ezek a lehetőségek vannak. Nyilván ezekről a szülő nem tud, mert honnan tudna, nem gyógypedagógus, és akkor ha erre indultok, akkor erre lehet nagyjából számítani, ha erre. Szóval tényleg egy kicsit ilyen közlekedési lámpa vagy rendezőpályaudvar, és azt látom, hogy ez egy fontos tapasztalat. Szükség van neki Facebook oldala is egyébként, fejlesztési tanácsadó. Rá lehet keresni. Szóval Kati, neked milyen olyan különböző szkíjeid vannak, hogy mondjam ezt szépen magyarul, tehát olyan lehető, tehát hogy milyen speciális problémákkal fordulnak hozzád, ezt szerettem volna kinyögni. Hát nagyon széles a skála. Nagyon széles. Hasonló módon, mint a Gergő feleségénél, el kell irányítani a szülőket, tehát hogy meg vannak ijedve, pánikolnak, nem tudják, hogy mit kell csinálni, merre van az előre. Ki az, aki az ijedelmet okozza, vagy ez szülőként ez így csak így jön magától? Egyszer csak hát ki az, aki nem retteget még a gyerekéért, hogy ki jött rajta egy kiütés? Tudom, én lazányom. Ki jött rajta egy kiütés, most meghal vagy nem? Tehát szerintem ez az első kérdés. Vagy mond valamit a pedagógus. A második meg, hogy beütjük a interneten, hogy kiütéses a gyerek. És nem tudom, hogy jól járunk-e. Nem járunk jól, egyértelműen nem járunk jól. Vagy elkerül egy felmérésre, egy vizsgálatra, és kap egy szakértői véleményt, és nem ért belőle semmit. Hát egy kukucs se, persze. És hogy oda általában nincsenek a pozitívumok felsorakoztatva, hanem csak a hiányosságok. És hogy de hát pedig az ő gyereke ezt is tudja, meg azt is, ezt nem írták le, hanem csak azt, hogy mit nem tud. És ebben az útvesztőben egy picit segíteni kell őket tájékozódni. És hogyha mondjuk hozzám elkerül egy család, vagy egy gyerek, akkor egy jó alapos felméréssel kezdjük a dolgot, és megpróbálok megismerni mindent. Tehát hozzák az összes papírjaikat, mindent, és abból kiindulunk, és megnézzük, hogy mi az, amit én tudok adni ehhez a dologhoz, és ha én nem tudok segíteni ott a mi környezetünkben és a mi városunkban, akkor merre lehet menni? Azt még múltkor említetted, hogy ez valami több órán keresztül eltarthat ez a felmérés. Igen, hát egy olyan 3 óra körülbelül. Már eleve, hogyha arra gondolok, hogy valahol 3 órán keresztül, mondjuk tudom, vegyük azt, hogy 6 évesem, az én 6 évesem, és éppen iskolában van. Uh-huh. Ma még, lehet, hogy valami már nem. Jászusom, hagyjuk el. De hogy valamit észreveszek rajta, ami nem olyan, mint a pályatársaié, vagy mint a kis barátaié. Tehát, hogy ez még nem elég azért. Nekem még ez nem elég ahhoz, hogy felkeressek egy szakembert emiatt. Igen, de bekerül az elsőbe, és akkor mennek a betűtanulás folyamata, elkezdődik, és bizony az összeolvasás nem mindig megy. Aha. És van, akinek megy. Itt még nem tartunk szóval. Van, akinek még ez nem megy, lehet, és jelzi a pedagógus, jelzi a tanítónéni, hogy nem megy az összeolvasás, valamit kellene tenni, mert egyébként lépnénk tovább, és a kétbetűs után jönnek a 3 betűsök, de így nem fog menni az sem, és el kell kezdeni a szülőnek gondolkodni, hogy oké, de akkor merre, hova? Nem biztos, hogy nagy a probléma, de van valamilyen probléma, amit meg kell oldani, mert hogy a következő lépés nem fog menni. Tehát, hogyha építünk egy házat, és kimaradnak alulról bizonyos téglák, akkor az nem lesz stabil. És akkor meg kell tudni, hogy van-e a dolog mögött valami nagyobb probléma, vagy egy kisebb segítséggel túllendül ezen. Lehet, hogy itt először a szülővel kell foglalkozni, hogy ne pánikolj, nyugi, jó helyen vagy. Hát sokszor nagyon hálásak, hogyha hosszan beszélgetek velük is, és szállok éppen időt. Éppen ezért arra, ez nagyon jónak tűnik, hogy ennyire sokáig beszélgettek még mielőtt. Igen, mert 3 óra nem feltétlenül csak a gyerekkel történik, mert vannak, amikor ő pihen, akkor a szülővel beszélgetek, és mert hogy én úgy vizsgálok, hogy mindig ott ül a szülő, és mindig rögtön mondom, amit látok, amit észreveszek, és rögtön tud reagálni a szülő, hogy ó, talán ezért lehet, vagy de egyébként otthon ezt hogy csinálja, és akkor alaposabban jobban meg lehet ismerni egy-egy gyerkőcöt. Meg hát vannak azért, akik már szakvéleménnyel jönnek, tehát hogy van egy kiindulási pont, meg van ehhez egy anamnézis, és amit hozzácsatolunk, tehát abból is sok mindent meg lehet tudni.
Biztos, hogy nagyon nehéz azt a határt megtalálni szülőként, hogy melyik az a pont, amikor nekem szakemberhez kell fordulnom, vagy ugye várjunk még. Az apja is ilyen volt, a nagyapja is ilyen volt. Igen. Az is igen. Későn tanult megolvasni, mégis ember lett belőle. Tehát, hogy egy csomó ilyen önfelmentő mondatunk is van, hogy jó lesz ez, majd kinövi, meg... Meg a játszótéren is azt mondta a másik anyuka, hogy... Igen, meg az interneten is azt mondják a fórumban. De szerintem akkor is érdemes akár egy fejlesztési tanácsadóhoz elmenni, hogyha utána azt mondja, hogy nincs semmi gond. Hát az is egy információ, hogyha nincs semmi gond, akkor megnyugszom, hogy oké, akkor nincs semmi gond, rendben van. Régebben ezekről nem beszéltünk ennyire nyíltan, vagy nem is éreztük problémának. Kicsit lassabb a gyerek. Hát majd jövőre összeolvassa. Hát egész más társadalomban éltünk mondjuk 50-100 évvel ezelőtt. Kicsit teljesen. Lassabb a gyerek, béres legénynek jó lesz. Így van. De ma mindenki egyetemre akarja küldeni a gyerekét. Na igen, tehát ez az, hogy miért kéne mindenkinek egyetemre járni? Hát szerintem nem kell, ez a szülőket próbál meggyőzni róla. Szerintem sem kell. Tehát egy boldog asztalos, akinek nem kell egyetemet végezni, az, hogy asztalos, de szereti a munkáját, és gyönyörűeket csinál, hát a világ legboldogabb embere lehet. És mennyi, rengeteg olyan ember van, aki megjárja így a diplomát, 3 diploma, és még asztalos. És hány ember lesz boldoggá az ő asztalos munkáival, erről nem beszél. Nem lenne egyszerűbb, hogyha nem méregetnénk, csak viccelek, mert nyilvánvalóan nagyon fontos a munkád. Viszont a te munkádban, Gergő, hát hol van még bármiféle cél? Hát már mindent elértél. Hát a cél az minden nap cél. Nem úgy gondolkodom, azt hiszem. Szakmailag mi az, amit még szeretnél? Hát én jó műsorokat szeretnék csinálni. Most a Kossuth Rádióban dolgozom, és magazin műsorokat készítek. Egyrészt van egy délelőtti műsor a napközben, aminek műsorvezetője vagyok. Másrészt szerkeztek egy családi műsort, a családok történeteket. És harmadrészt pedig van egy portré műsor a Kossuth Rádióban, a Nagyok, az a címe. Minden este 9:30, és ezt vetésforgóban készítjük, és hát ez a csodálatos szabadság fél órája nekem minden egyes alkalommal, mert az tényleg az enyém. Én találom ki, hogy kivel készítek interjút, én készítem el az interjút, én vágom meg, én zenélem alá, én teszem adásba, tehát az elejétől a végéig. Ez egy nagyszerű lehetőség. Ez egy ilyen önkifejezési forma. Hát remélem, hogy nem csak nekem, hanem azoknak is, akiket kérdezek, de fantasztikus emberekkel van módom így találkozni, és ezek én szeretek beszélgetni az emberekkel, és kíváncsi vagyok rájuk alapvetően, és hálásak szoktak lenni, amikor kíváncsiak. A korunknak is, meg úgy hát a saját érdeklődésemnek is. De jó. Neked ez önkifejezési forma is, az, hogy te táncot tanítasz kisgyerekeknél, és egy kicsit formálod a hát irányítod őket is, a jó felé. Persze, természetesen, és én a mai napig versenyzem is, tehát a táncban is. Hogy fér bele az idődbe egy napba annyi minden? Hát nagyon nehezen, nagyon. De az önkifejezési forma a tánc mellett számomra valahol a gyógypedagógia is, tehát hogy valahol ott része az ember ennek a folyamatnak, és én úgy csinálom, ahogy én szeretném, és az az én egyedi módszerem, vagy az egyedi egyéniségem, amit beleteszek, hogy tartok egy-egy órát, hogy teremtem meg azt a környezetet, hogy most a járvány miatt a garázsból kellett tornatermet építeni, és akkor azt hogyan valósítottam meg, vagy mit hát voltak benne, igen, így kihívások. Tehát az önkifejezés az mind a két területen megjelenik. Hogy tudtál működni a járvány idején? Az elején nagyon megijedtem, de ennek volt egy családi vonatkozása is, az édesapám műtéte. És ő kórházban volt, tehát az ijedelemnek volt egy plusz része, ami miatt én egy picikét lefagytam és sokkot kaptam. És amikor már megtaláltam azt a pontot, hogy merre van az előre és hogyan tovább, onnantól kezdve működött az online forma a gyerekekkel, és tudtam csinálni a munkámat, mind a logopédiát, mind pedig a táncot is. És sajnos már most ugye vannak gyerekek, akik még beültek reggel az iskolapadba, de vannak, akik már nem, és nekem is vannak olyan tanítványaim, akik éppen karanténban vannak, és vannak olyan óráim, hogy 2 gyerek ott van nálam személyesen, és 2 már a telefonomba, és úgy tartom az órát, hogy egy ilyen ez hibrid kihívás, ez oktatásban az ide is, nagyon is. Mármint élő egyenesben közvetíted? Igen, nekik, tehát hogy 2 nem videóhívásban ott vannak a telefonban, 2 meg ott vannak nálam. Ez kemény. És
és őket nézem, hogy mit csinálnak otthon. Két, vagy azért olyan... két felé kell figyelni, erőteljesen. Igen, igen. Nehéz, de működik, és azt, hogy meg tudjuk oldani, és hogy ezzel is egy picikét megnyug, tehát a szülőknek egy nyugalom, hogy megkapja a fejlesztést a gyerek, hogy haladunk, hogy a picit most többet vállaltunk az iskolai tananyagból, mert nagyon nehéz nekik így haladni, hogy mondjuk két hétig nem mehet iskolába, utána újra vissza az iskolapadba. Úgyhogy hát most ezeket az akadályokat járjuk. Gergő, nálatok milyen volt ez a pandémiás időszak? Jó, itt vicceskedünk, hogy ma még suliba van, de holnap de hogy egyébként tényleg, tehát hogy ez mindenkire rányomta. Van egy ekkora táblánk az előszobában, egy fekete, amire egy krétával lehet írogatni, és a gyerekek elkezdték a strigulákat húzni, hogy iskolamentes napok. És ők ennek örültek? Szerintem volt egy periódus, amikor örültek. Az elején, igen. Gondolom. Igen, aztán a végén már nagyon hiányzott, tehát utána már szívesen mentek iskolába. Uh-huh. De alapvetően, hát ugye nálunk viszonylag nagyok, tehát amikor az egész őrület elkezdődött, akkor is az Andris is, a legkisebbünk is már ötödikes volt. Úgyhogy ők szerencsére egészen jól vették az akadályt és csinálták, sőt, van, akinek kifejezetten jót tett, hát minden gyerek más, de szóval nálunk van, akinek kifejezetten jót tett az, hogy maga oszthatta be az idejét, és pompásan megcsinálta, és remekül, tényleg remekül beosztotta az idejét. A társak, a barátok azok nagyon hiányoztak, ez a saját időbeosztás, ez meg most hiányzik némelyiküknek. Szóval így visszasírják, hogy annyira jó volt, amikor nem más struktúrálta a napot, hanem megvolt az adott feladat mennyiség, és ezt ő oszthatta be saját magának. Úgyhogy azért vegyes, nagyon vegyes a bezártságnak a tapasztalata is vegyes, meg az újranyitásnak a tapasztalata is vegyes. És egy tévés hogyan tudott home office-olni? Hát én most már azért inkább rádiós vagyok, szóval tévében most vagyok, nagyon sok év után először. Hát nyilván vágni, interjút csinálni, azt lehet a házon kívül is, az élőadásokra meg bementünk, ott már most is nagyon óvatosak vagyunk, mert a napközben műsora az alapvetően két műsorvezetőre van felépítve, de most már ott is egy műsorvezető van, tehát igyekszünk távolságot tartani egymástól, óvatosnak lenni, fertőtleníteni, maszkolni, de hát az előadás, azt nem lehet otthonról a sufniból megcsinálni. Igen, hát ezen én is gondolkoztam, hogy mi lesz, hogyha itt másodjára is elveszik az életterünket, akkor én hogyan fogok működni? Én azért nem vagyok jós természetesen, de azért ugyanaz biztos, hogy nem fog megtörténni. Igen, vagy ugyanúgy nem fog történni, én azt hiszem. Vannak olyan távlati tervek, amiket esetleg keresztbe húzhat egymás, egy valószínűsíthető második hullám itt a télvíz idején? Nekem olyan táblati tervem van, aminek kedvezne egy második hullám. Tényleg? Igen. Mondjuk mit tudom, írnál egy könyvet? Igen, én most éppen könyvet írok, úgyhogy ezért jó lenne egy kicsit mondjuk fél óránál hosszabb időt egy helyen tölteni, és ha egyszer belekerültem a sodrásba, akkor abból nem kiszakadni állandóan. Igen, van, lennének előnyei is. A művészeti világnak abszolút kedvez az, hogy egy kicsit otthonra kényszerül, nem így mondjuk egy tánctanárnak, aki így nem tud találkozni. Nehéz volt, igen, online táncórát tartani. Végig küzdöttük, tehát, hogy végig csináltuk, vannak karantén koreográfiáink, csak mindenki másik irányba, meg másik oldalra tudja, tehát nem lett egységes, mert ki hogy látta, ki hogy gondolta. Ezt most így személyes órák keretében próbáljuk helyre tenni. Ami eddig bal volt, az akkor jobb legyen, igen, és jobb volt, az bal legyen. Mert hogy valaki szembe van, aki átfordította. Igen, tehát ez így kicsit nehezebb volt. Nekem nincsenek egyébként most nagy távlati terveim, én a határidőnaplomat is próbálom a következő hétre csak megírni, és akkor várom, hogy még biztos, hogy úgy fogok-e tanítani, mint ahogy jövő héten, mint ahogy ma. Vagy, tehát, hogy annyira előre nem merek gondolkodni. Hát a jövő mindenfélét tartogat, de az biztos, hogy jövőre is ugyanígy beszélgetni fogunk az Alzheimer korról és a demenciáról, mert hogy ez egy fontos kérdés, és itt, akik előttetek itt voltak, ők mindenki mondott egy ilyen személyes vonatkozást. Jó, a Gergőt tudom, hogy te dolgoztál a kampányban mondjuk, igen, és mint szóvivő vitted. Neked van valamiféle vonatkozásod ebben? Mert azt mondják, bocsánat, és mindjárt engedlek szóhoz jutni, bocsánat, hogy már olyan időskorban, 80 plusz
ők már majdnem, hogy minden második ilyen időskori ember már demenciás elváltozásokkal él. Nálatok vannak? Igen, a nagymamám volt, őt már elveszítettük, és az utolsó pár évet ő már otthonban töltötte, ami uh-huh. szerencsénk volt, hogy egy nagyon-nagyon jó helyet találtunk neki, és ezért mi nyugodtak voltunk, mert jó helyen tudtuk, és egy nagyon szeretetteljes környezetben volt, és nagyon vigyáztak rá. Valóban nagyon nehéz időszak volt nekem is, és anyukámnak is az a folyamat. Úgyhogy igen, van ilyen kötődés, és szerintem sok ember találkozik, vagy sok embernek az életében megjelenik. Ez is olyan dolog, hogy nem is biztos, hogy tudjuk, hogy ő ezzel a problémával egyébként küzd, és elfelejt dolgokat, hogy ez hová tart. Ezért is fontos, hogy megelőzzük a dolgokat, és például egy táncterápia, ami megelőzésre is egyáltalán az, hogy a mozgás és az agyféltekek stimulálása, stb. Stb. Hát nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Szívesen. És még egy utolsó tanácsot, a utolsó hálával kapcsolatos dolgot nekem mondtok, mert hogy most azért jó, te úgy röpültél ide be, hogy egyből ezzel lekapcsoltalak, letámadtál, de nem is biztos, hogy volt időd azon gondolkozni, hogy a munkásságod kapcsán, meg a családod kapcsán, hogy mesélj nekem, hogy miért vagy hálás, vagy miért adsz hálát, amik történtek? Hát akkor egy ma reggeli történetet mesélek el. Jó, Acél Annával találkoztam odakint a váróban, és annyira jó volt őt újra látni. Amikor én a tévébe kerültem, és híradózni kezdtem, ennek most már több mint 20 éve, akkor ő a híradóban dolgozott, akkor már több éve. És én elképesztően sokat kaptam tőle tanácsot, útmutatást, jó szándékot, jó indulatot, irigységmentes jó indulatot. Tehát én nekem nagyon nagy segítség, meg nagyon biztos pont volt ő akkor, amikor a híradóban dolgoztunk, és aztán így természetesen így kísértük egymás életét, még akkor is, hogyha a más műsorokba kevert a sors bennünket, és most olyan jó volt újra látni, meg így leültünk egy kicsit, és egy negyed órát tudtunk egymással beszélgetni, még mi vagy, hogy mi van veled, hogy vagy, úgyhogy... Azért én is minden nap hálás vagyok, hogy hálás vagyok nektek, hogy meghívtatok, mert lehetőséget adtatok erre a találkozásra. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. És önöknek megköszönöm szépen a mai napi figyelmüket. A család@evtn.hu-n tudják, írhatnak nekünk, ha bármiféle kommentjük van és témajavaslatuk. Szóval viszontlátásra, holnap is találkozunk.